Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 15 perccel, már is itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Hello. A szabadságról hazatért ember. A szabadság istene. Kipihenve, kisimulva, fél hétig. Parancsolj! Hello, szia, szevasztok, kezdhetnátok. Mesélünk még mindig, milyen szép a Bánki tó és környéke. Bánkra merészkedtetek egészen Bánkig? Az már majdnem határ, hoppá! Annál távolabbra is mentünk egyébként. Az már Rétság, Bánk, az a jaj. Azért az már mégiscsak már 100 km-es sugarú körön belül van Budapesthez képest. Hát oda sokszor szoktunk eljárogatni, amikor csak tehetjük, nagyon jól érezzük magunkat ott a Tavacskának a partján. De most még messzebbre is mentünk. Széchenybe. Majdnem a szlovák határ. Hát az már ott már egy rossz erdőbe mész, és jönnek a határőrök. Tehát ott már nagyon kell vigyázni, mert megszérülsz a külföldi levegőtől. Ha nem frissítenénk rendszeresen a GPS-t, akár még át is tévedhettünk volna a szlovák oldalra. Az orkok és az urukhályok földjére? Arra az idegen területre, arra a félelmetes másik világba. Középföldére átmentetek volna? Na, hát akkor egy 100-as kilométer sugarú körben még sikerült ezt a pár napot abszolválni. Széchenyben cukrászdáért voltatok, vagy várért? Vagy az ország süteményéért, tortájáért, az év mézes puszedliért, a megye csoki süteményéért. Miért? Gyakorlatilag nem jártunk messze a valóságtól, mert Széchenyben van vár is természetesen, amit már többször megnéztünk, de ezúttal a Forgács kastélyba látogattunk el, hogy meglátogassuk az ottani kiállításokat, illetve hát van ott egy nagyon jó kis Frey kávézó, és abba is betértünk természetesen. Ott van egyébként a Tamáséknak a pörkölő üzeme is. Széchenyben. És Széchenyben pedig egyre jobban alakul, egyre szebb lesz, egyre jobb lesz, egyre azt gondolom, hogy turisztikai szempontból is egyre izgalmasabb. Úgyhogy előszeretettel járogatunk oda is vissza ilyen negyed évente. Na, de akkor jó volt ez, azt jelenti. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat természetesen. Itt is jó volt. Jó. De nem. Hát figyelj. Hát jó, hát dolgoztunk persze. Ez olyan, mintha nem lennénk Szabin, de már Szabin vagyunk. Így közeleg ez a két hét, tudod, ez ilyen már ilyen nagyon kifutós. Tehát ez ilyen, most már ezt a pár napot letoljuk. Persze. Nem? Persze. Még van a szerda, csütörtök, péntek a hétfő, és utána majd csak valamikor január 6-án kezdünk. Ugye kivesszük azt a 2-3-at is, ami ott van, úgyhogy nagyon sok okot adunk az utálatra, hogy miért nem vagyunk majd. De azért az... Szerintem a hallgatóink nagy többsége is kiveszi ezt. Igen, szerinted sokan? Pervers, hogy ezért mondjuk föl kell 6-kor a két ünnep között, úgyhogy nem megy dolgozni, hogy majd bennünket hallgat, hajrá. Lesz best of. Egyébként meg lesz. Hát igen. Lesz best of, sőt, a 2-3, ott se vagyunk. Nem mindig sajnálom ezeket a best of-okat, mert hogy alapvetően nem olyankor durantjuk be őket, amikor az emberek hallgatnak rádiót. Ilyenkor szerintem nagyon kevesen hallgatnak, nagyon kevesen tévéznek, meg nagyon kevesen foglalkoznak egyáltalán bármi mással, amivel az év közbenső időszakában. Akkor ne adjuk hát, semmit. Igen, nem is tudom, hogy jön ki most, hogy hány, összesen két napunk van talán, vagy nem is tudom, hogy jön ki az ünnep. Három nap, a 27, 28, 29, így. Már mire van három nap? Bocsánat. Hát tehát olyan mi munkanap? Igen, vagy a 30, 31, aha. Vagy mikor? 30-31, ugye? Valahogy úgy van. Itt lesz best-off. 30-31. Nem, 31 nem, 30. Ja, és 2-3. Hát ez a három nap. Három nap igazából. És mi csak jót tudunk. Hát ez az, hogy nem tudunk rosszat adni. Így van. Az az öntudatos, a vágóasszony megjött, öntudatos vágóanda. Gilátott női kézilabdát én csak olvastam, ez mindenféleképpen jó hír. Hogy megvertük a spanyolokat a VB-n. Igen, én nem, megmondom őszintén, nem nézek nagyon kézilabdát, nem köt le annyira, de hogy olvastam, hogy ez egy nagy dolog volt. Ez fontos, mert nagy riválisról van szó. És méghozzá nem is akár, hogy 28-23, 22-20, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy így állítólag nagyon, nem? Ha nem csacsolnának kint, akkor... Ja. Ott van egy nemzeti sport, ott van az elején egyébként. Mindegy, nincs jelentősége, hogy most hány, tök mindegy igazából. Román csak hogy rommá vertük őket, és azt jelenti, hogy bemegyünk a legjobb 8-ban. Igen. Uh-huh. Na, ezeket olvastam. És ez jó, ez nagyon jó hír. A magyar női kézilabda tavaly is dübörgött, illetve ebben az évben is végig dübörgött, de ez most egy ilyen nagyon szép korona rajta. Tehát ha már ideig megvagyunk, az már jó. Ha aztán 8-ban majd csinálnak valamit. Kijön most, vagy mi ezek. Van, vagy hogy van, vagy mi van, vagy anyám van, vagy mi van. A körülbelül. Hát ha mama nézi, akkor ő is van. Tudjuk, hogy most kivel játszunk? Csak laikus dolgokat kérdezek, mert annyian szinte tudjuk. Nem értek a kézilabdához, hogy az már fájdalmas. 7 méteres van benne. Az van benne. És az hány méterre dobja? Ugye? Na, ugye? Igen, ugye? És hogy a fáját miért ravaszok ezek a kézilabdások? A 7 méteresek hívják, azt ki tudja, hogy 6 félről bevágják, hát most honnan tudod, hogy ezt tényleg 7-ről dobják? És hajrá, magyarok!
És hajrá, magyarok! Ezzel nagyon nem lehet hibázni. Jó, de meccsen már még valamit a Szabidról. Hát én azt hittem, bejössz egy fél hétig, megiszom két kávét, hát, kiolvasom. Hát azt hittem, ha nem érdekel. De úgy, na, no, valami. Nem, most nem ilyen nem kulturális szempontban, mit tudom én. Hol volt, ahol megaláztak, hol volt, ahol mellé nyúltál, elestél. Igen, igen, elestél, lekésted, rossz volt a szobád, beestél a tóba. Nem aláztak meg, képzeljétek el. Igen. Gondoltam, hogy csalódást fogok okozni ezzel, de nem aláztak meg. A szobád is jó volt, oda is értetek, defektet csak kaptatok, nem ezek, nem ti vagytok. Nagyon-nagyon körültekintően választottuk meg a szobát, gyakorlatilag úgy választottuk meg, hogy a lehető legtávolabb volt mindentől, amit klubszobának, amit ilyen teremnek, olyan teremnek, külön teremnek, borozónak, étteremnek hívnak. Úgy választottuk ki, hogy kifejezetten egy bizonyos szobát kértem, ami mellett már tényleg csak egy strand volt, egy tűzfal, és mögötte egy strand. Tehát a strand meg ugye nyáron nem nagyon funkcionál, úgyhogy olyan szépen csöndben, nyugiban tudtuk tölteni az időt. Igen. Így van. Hát volt. Látod, a csokoládé. Hát ez alatt a hosszú hétvég alatt sem tompult el az agyad. Ne gyerekek, én a mindenre. A nyáron funkcionál, télen nem funkcionál. Azt te van. Na, és hát sikerült így kiválasztanunk, bár mell is nyúlhatunk volna, mert volt két nagy társaság, akik ott múlatták az év végét, két nagy csoport, és hát az egyik csoportban például informatikusok voltak, akikről én azt gondoltam egy nappal korábban, amikor találkoztam velük, lehet, hogy na hát itt aztán biztos lesz nagy, majd hogy hívják, olás, kókuszgolyózás, minyorozás, meg szénsavmentes bubis, akármis ásványvizezés, és gyakorlatilag ennek ők bebizonyították az ellenkezőjét. Másnap beszélt a pincérrel, és mondta, hogy hát, ha még láttam, lealjasodok. Hát ilyen rosszul embert még nem igen, láttam. Igen, karácsonyi bulin az informatikusok is tudnak azért valószínű alkotni. Hát egy nappal korábban még volt olyan szolidan ment egy ilyen kis zenélgetés, csak pasik. Beszélgetés, hogyha összecsendült két pár, elnézést kértek. Volt egy-két hölgy is, de alapvetően pasik voltak. Milyen lehet egy informatikus csaj, mert egy informatikus pasi megvan, szemüveges, nagyon ért hozzá, általában sokszor a farmereját köldökig felhúzza, aha, az ingét betűrő, nagyon nagy IT-sok, ugye? Ők egy ilyen fura nép, egy fura kaszt, egy másfajta. Másfajta viszonyrendszerben állnak a társadalom, egy informatikus csaj az milyen? Pont hát az ellenkezője szerintem megy előre, mint a gűző, mert egy olyan helyzetbe kell bizonyítania, ahol a férfiak általában jobbak. Nem azért, mert mi valamiben is jobbak vagyunk a számítástechnikában, csak sokkal többet foglalkozik vele egy hapsi. De hogy jó csaj. Ja, tehát úgy értem, nem jellemre. Jellemre, ha mivel náluk az ivararányok. Ki nézeted? Jó csaj, rossz csaj, szemüveges, kövér, sovány? Szerintem milyen? Ők valamilyen szempontból el van kényeztetve, mert hogy náluk az ivararányok olyanok, hogy alapvetően egy férfi szakmában kell nekik bizonyítaniuk, és hát nyilván a sisere had is körülöttük az népesebb, tehát hogy valószínűleg többen udvarolnak nekik, mint egyébként. De akarják ők, hogy egy informatikus hapsi udvara jön nekik? De hát, gyere, húzzuk föl együtt a Linuxot, vagy mi a de Linuxot. De mit a szemüveges, kövér, zsíros hajú? Vagy, nem. Tehát nem? Nem hiszem. Tehát nem ugyanaz, mint pasiban? Nem, szerintem lehet, hogy a kontaktlencsés mossa a haját, és... Na majd most az informatikusok. Na jó, tessék nyugodtan. Most lehet SMS-be visszavágni. Nem humorizáló, csak kérdezem, hogy én nem találkoztam még informatikus. Tehát nem volt még olyan csaj, aki így félrelökött volna a számítógép, és azt mondta volna, hogy hagyd csak bali, informatikus vagyok. Uh-huh. Olyan ütket, ugye? Tehát mindig pasi az informatikus. Tudom, milyen az ügyvédnő, az orvosnő, a kereskedelmi, a CSS, a promo, de nem informatikus csaj ismerősöm, ez nem, hogy csak egy pali. Igen, pali tudná csinálni, egy pali szakma lenne. Őket nem gerjeszti be ez annyira. Nem, ugye? De nem. Te láttál ilyen jövevényt, informatikus nőt? Én élek ugyan operről, hogy valamelyik informatikusnak a párja volt az. Na azért inkább szerintem is. Nem tudtam volna miről beszélgetni, mert nem elegettem volna beszédbe vele, hogy például az említett Linuxról beszélgessünk egymásról, vagy hogy neki megjöjjön. Oda söndöröttél, és megkérdezem, hogy a Ctrl Alt Delt egyszerre nyomom meg a gépben. Hallod, és most az F2-t még ráteszem. Az a nagy problémám, hogy... Mi történik akkor? És akkor már a kérdésémmel elárultam volna magam, hogy nem tartozom közéjük. Még a ruhatárammal csak-csak el tudtam vegyülni, vagy csak-csak el tudtam volna vegyülni köztük, de egyébként a dumámmal nem. Rögtön kiszúrtak volna. Igen, de nem egy informatikus típus. Bánkítóba folytanak, vagy valami. Nem volt valami humorforrás a részükről, feléd éjszaka részegén, hogy bekopogtatunk a szobába. Jani! Jani! Aha, nem, már most. Hol van? Nagyon örültem volna neki. Úgyhogy nem, és aztán másnap, várjunk csak meg, kik voltak, azt mondja, hogy ilyen a doping ellen küzdőkkel találkoztunk, akinek az egyik a szélvédőjére olyan szívesen ráraktam volna, hogy ki volt az arcuk, a Bárdosi? Hogy gratulál.
Igen. Sanyi volt, igen. Ki volt a Sanyi volt a fővédnöke az estére? Szánta Mánta bűnei. És ők hogy küzdenek egy csapatépítő tréningen? Ezt nem tudom. Ellen? Ja, hát gyakorlatilag hát azt gondolom, hogy a itallal. Igen, ugyanarapás szőrére. Jól éreztük ők is magukat, egyébként nagyon helyesek, nagyon kulturáltak, nagyon aranyosak voltak, csak az egyiküknek mondom, olyan szívesen ráraktam volna az Ignisnek a szélvédőjére egy papírlapot, hogy gratulálok a parkolási technikához, amikor ugye úgy van felgyakolózva egy parkoló, hogy látod konkrétan az elválasztó vonalakat. Azt is látod, hogy teltház van a hotel előtt, azt is látod, hogy mindenhol vannak ilyen kis fém elzárók, amikből lehet következtetni, hogy az egy parkoló. Jó, de nyugtass meg, nem önkéntesen törködtél. Tehát hagytad, szabadságon voltál, nem tetted fel a karszalagodat, nem csináltál fotót, nem jelentetted a recepción. De élek a gyomorperrel, hogy esetleg téged is zavart volna az, amikor az utolsó parkoló helyre azért nem tudsz beállni, mert valaki középre áll. Mert ő középre áll, a kettő közé. Nyilván zavart volna, persze, de én se szólok, tehát nem vagyok hajlandó más hülyeséget fölégesíteni magam. Nem szóltunk, csak nem érted. Csak meghúztátok a kocsiját. Ja, igen. Nem szóltunk, nem csak kiszúrtam a kerekét. Körbe mentem a kulcs tartommal, és a felhúztam. Lesz el rohadék. Igen, finoman. Igen, hogy kellemes ünnepeket ezt is nem. Finoman körbehúztad. Na jó van, itt mi történt velünk, mit semmit nem tudunk mesélni, nem? Na, tegnapról már a viradóra. Azt láttam, hogy a Facebookon, hogy benn voltak az X-faktorosok. Benn voltak, igen, sok értelme nem volt. Nehéz beszélgetés volt, próbáltuk, löktük, húztuk. Még a Dórával úgy, ahogy a bájdövé fele nem jött el, vagy várja, csak egy negyede elaludt. A másik negyede az egy ember. Várja, igen, a másik negyede az itt aludt el a helyszínen, és akkor volt másik kettő, akiből az egyik nem beszélt, a másik meg nem okosat. Itt a így, vagy jó? Igen, igen. De arcuk, akkor visszahallgatom. Az arcuk már megvan, nem? Igen. Nem a bájdövének. Szőke gyerek az. Igen, igen. Menők voltak? De nem akartam őket bántani, lehetett volna, de nem. Barátságosak voltunk. Mondtuk volna neki, nem szóltuk, az arc már megvan, hangotok is meg lesz hozzá, akkor lehet menni. akkor már lehet arcoskodni. De betudtuk annak, hogy másnaposak voltak, meg mit tudom én, nem bulisztak, aludtak. Nem aludtak. A Dóri helyes volt, aranyos volt. Ugye egy átbulizott éjszaka után nagyon sok mindenről nem tudsz beszélni, mert lassan beszélő, kicsit vontatott orgánumú emberek ülnek veled szembe, úgyhogy 15 perc után kitettük őket. Megtettük, amit meg kellett, ilyenkor gratuláltunk és elengedtük őket. Úgyhogy ők voltak tegnap. Nagyon jó. Nagyon jó. Igen, úgyhogy ennyi. Ennyi volt tulajdonképpen. Játékban mi volt? Te nyitottad a hetet? Hát mi az, hogy mi volt? 1-0. Ide. Hát viccelsz? Ennyi. És a múlt hét? Milyen volt a bánkítónál, János? Nagyon szép volt egyébként. Nagyon, de nem volt a múlt héten a játék. De nem is meséltél még hogy? A hosszú hétvégédről, hogy mit csináltál. Várjál, beszélgessünk már egy kicsit a játékról. De azt mondom, mi volt? Játszott volt? Társas játékot? Hát a bánkító az még mindig nagyon szép egyébként. Nagyon jól érezzük magad. 1,1 km körbe, ha futod, ha meggyalogolsz, akkor is. Az a durva, hogy fogalmam is. Ebből már értem, de mi történt egyébként? Eláruljam. Utolsó kihívón 2-2-vel fordítottuk ugye a péntek reggelt, 2-2-nél a kihívónk Balást választotta, aki így kezdte a kérdést. Nem akarsz te kérdezni? Nem akarsz te, ez volt. Igen. Így indultunk, majd utána mondta, hogy jó, játszunk még egyen. Na, felejtsük el, ami történt, még egy játék. És körülbelül a 20. másodpercen megint bemondtam az igen. Ott meg az igen. Úgyhogy nagyon nagyot játszottam. Akkor te is most... érzed, hogy már kell az évvégi reszelt. Igen, egyrészt pihennem kell, kettő a renomémat ezen a héten szeretném helyreállítani. Úgyhogy pihenjetek. Egy feketével, még egy fehérrel? Igen, még az hiányzik. Igen, a 4 tiltott szóból már csak 2 hiányzik. Nem, dőljetek hátra, pihenjetek. Jó. Akcióban emlődök, jó? Most így hétvégére, évvégére szeretném úgy elküldeni a hallgatókat, hogy tudják, hogy mire jönnek vissza. Jó, lazítsatok, pihenjetek, dumáljatok, csacsogjatok. Helyre teszed őket? Picit, most kiosztok mindent. De az egész hetet nyomod? Tessék? Egész hetet nyomod? Ameddig szükség van rám. Jó. Én egyet belöktem, elég megvan, most már csak 4-et kell megcsinálnod. Te elindítottad, most szeretnék mészárolni. Na most ahogy ezt elmesélted, ezen most én is felhúztam magam. De igen. Van is miért. Van. Ja, tehát azt üzenem minden egyes játékos kedvű hallgatónak, hogy aki játszik és aki nem, hogy jegyzeteljenek? Így van, de igen, hangosítják föl, tanuljanak és jegyzeteljenek. Ez lesz 3-4-7-kor. Jó, lehet jelentkezni játékra, jó, most nyugodtan azok is, akik bátrak. Hát meg... ezt én lehetőség, még tényleg nem hallottam ezt a felhívást. Tényleg, most ezt így, hogy a Feri elmondta, most tényleg felhoztam magam, hogy jó, így játszottam pénteken, tegnap nem én játszottam, úgyhogy most mennem kell. Nagyon feldiszkóztad magad. Nagyon oda tettem. Úgyhogy,
úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Jó, pontosan fél hét van, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3:47 múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, kedv van. Egy hét múlva ilyenkor szent este. Hát nem bizony. Ilyenkor konkrétan, még mondjuk 12 óra múlva. Szent reggel, de egy hét múlva karácsony. Ha-ha. Hurrá. De jó lesz. Ho-ho. Igen, és aztán szépen lassan vége a 2013-as évnek, ami egyébként nem is akkora baj. Úgy elég volt, nem? Kihoztunk belőle mindent, amit ki lehetett, úgyhogy vége az évnek, nem sokára. Hát még nem hoztál ki belőle mindent ezen. Így a van. Még a huszáros hajrá hátra van, érted? Tedd oda magad, csináljad, vigyed. Bízzatok bennem. Kiköszörüljük a csorbát, amit ilyen csorba esett rajtunk a múlt héten. Jó? Egy fantasztikus, mindent felülmúló, mindent elsöprő, egyszemélyes lovas rohamot várunk tőle. Meg lesz. Imádom, amikor csajok írnak ilyen nagyon durva esem, Balázs, szívesen kicsinálnálak, Kriszta. Nem? Aha. Mert úgy van valami. Hmm. Aztán van ilyen, szeretnék játszani a fekete fehérben Jutka. Hát ez ilyen kis kedves. Aranyos, igen. De amikor csajok írják, hogy kicsinálak, kiherélek, kiolyozlak, megöllek, felnyársalak, azt úgy bírom. Igen, de van bennem egy ilyen mazohaj. De játszom veled más. Igen, szeretem, hogy csaj ennyire durván fogalmaz. Na jó, van, nézzük meg akkor, hogy ki a keddi játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok. Hello, Kati. Szervusztok. Szervusz. Szervusztok, én most csak a Balázs torkára megyek, nem a rádiós triót szeretném elverni. Jó, köszönöm szépen. Ez nagyon tetszik. Most mondtad, hogy szeretett, hogyha igen. A hölgyek. Igen, azt írtad, hogy egy vénasszony alázol le, ezt írtad magadról? Igen. Ilyen Cyrano effektusom van, tehát tudod, én magamat szíthatom, illetve gúnyolhatom. Szeretem is cikizni magamat, más már persze nem annyira teheti meg, ugye, de... Nagyon helyes. Honnan hívsz minket, Kati? Jászberény. Ó, most miért örültem ennek ennyire? Múlt héten is szeretem Jászberény. Hát szeretem Jászberény. Így van. Nagyon szép fel Jászberény. Igen, egy kedves kisváros. Igen, de ritkán játszanak csajok egyébként tényleg, vagy hát ritkábban. Jó játékos vagy? Mire számítsa? Hát itthonról természetesen mindenki azt hiszi, hogy bezzeg ő. Aha. Nem esett volna ebbe, abba a csapdába vele. Hát közvéleménykutató vagyok, és vendéglátós. A dumálás az megy. De az úgy van, hogy a kocsmapultnál álltok, és akkor közben kikérdezed a delikvenséget. Persze, azt, hogy ki mit hiszi. Jaj, hát aki már nem tudja, azt mondja magától, tudok. Tehát, mondják maguktól is. Oké, Kati, figyelj, koncentrálok, mindent elkövetek, hogy mindent megteszek. A klubban. Tudjak nyerni, jó? Remélem, hogy nem lesz igazad. Na, remélem én is, hogy igazam lesz. Na, menjünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, kérdezel? Kérdezte? Kérdezek én? Kérdezek. Tedd azt. Vendéglátos vagy, azt mondtad? Ez mit jelent pontosan? Természetesen. Ez azt jelenti, hogy amikor még fele ekkora voltam korban, súlyban, akkor felszolgáló voltam. Utána pultos, majd teremőr. Teremőr is voltál? Tényleg? Természetesen. Tehát múzeumban? Vagy hol? Hol voltál teremőr? Játékgépekkel kapcsolatosan, vendéglátásban. Ott kellett állnod és őrizni a játékgépeket? Hogy elvigyék? Szó sem volt. A játékosoknak én gépeltem be azt, hogy mennyi pénzért szeretnének játszani, illetve akik nyertek, neked kellett beütni. Kifizettem a nyereményt. Beütésről szó sincs. És most Jászberényből telefonáltál? Természetesen Jászberényből, a Jászság fővárosából. Balázsra vendéglátós akarsz kidumálni? Egy nem baj, holnap. Holnap még vissza tudok jönni holnap. Kicsi fiam. Egy vendéglátó. Szép volt, Kati. Béka akármilyen alól nehéz lesz valami. Nehéz. Igen. Mennyi van most? Egy nagy arcom van, ugye? Jó. Nincs még.
Igen. Hallgassuk csak őket, nincs még baj. Kati, ügyes vagy, van egy ajándékcsomagod. Ha, ha. Köszönöm, hát kellett is most, szerinted mit kaptam volna, ha én ezt elbukom? Már kitől, Kati? Hát fiamtól, rokonoktól, kollégáktól. Hát nem is azért, hogy konkrétan veled vagy kivel játszottam, hanem az, hogy a dumás, ha ezt nem tudtam volna megugrani, hát nem lett volna becsületem. Igen, bántottak volna? Hát nem kicsit, szétszekáltak volna, igen. Jól van. Hát nagyon örülök. Nincs jól. Jó, nincs jól, de még egyelőre nem állunk rosszul. Mentsük, ami menthető. Egy-egy. Biztos te akarsz holnap játszani? Muszáj, gyerekek, muszáj. Holnap is játszhatunk, ha gondolod. Nem veled, nem egy gyengébet akarok. Te túl jó vagy. Köszönöm szépen. Jaj, ez olyan jó lesz. Túl jó vagy ide. Küldjük az ajándékcsomagot, még az is lehet, hogy megérkezik a fal alá, jó? Ó, nagyon szépen köszönöm. Jól van. Lasszeszem a rádióm. Jól van. Most már rádió, mi? Köszi. Most meg már Balázs imádom egyenesen. Be, jó, most már nem. Ciao. Hello. Sziasztok. Jó, még egy-egy van. Ez még azért nem kerek. Ne lógassátok az orrotokat. Haltass csak őket, csak nehogy egy téli álom legyen belőle. Igen. Csak nehogy aztán mi aludjunk tovább. Januárba. Új év, új nem. Esélyek, nem, új remények. Nyert héttel kell elmenni, srácok. Nyert héttel. Hajrá! Gyertünk! Látjátok, dolgozom rajta. Azt írja valaki, kimondta, 2 pont. Szó sem volt. Aha. Ja, igen. Is írja, ez így igaz egyébként, ezt ki is mondta. Ezt tényleg kimondta. Igen, azt tényleg miért írja? Kimondta, 2 pontban szó sem volt. Ott nem találok tiltott szót. Tehát a sem az nem tiltott szó, de sok-sok felkiáltó jelen szent meggyőződéssel, hogy kimondta, 2 pont, szó sem volt. Aha. De ott nem mondta ki, azt mondta, hogy szó sem volt, ott nem mondta ki. Jó, visszahallgatjuk, de szerintem nem volt nem benne. Mondta nem. Ki. Nem, egyáltalán nem volt benne, nem. Szívünk szerint nyilván azonnal elvennénk ezt az ajándékcsomagot. Hát abban a pillanatban. Saját kezüleg törnénk össze. Nem volt élesre állítva egyetlen receptorunk se. Most igen. Nagyon figyeltünk. De valószínűleg nem volt tiltott szó. Úgyhogy egyelőre egy-egy. Jó? Andor utcai kereszteződésben van egy baleset, gyalogos látnak el a mentők, ott egy kicsit mindenki lassítson, valamint az M3-as 96-os kilométerénél Miskolc felé baleset a belső sávban, kocsi az oldalán. Ez csíp küldte nekünk. Aztán Hello Balázs, az informatika nem a szemüveges otthonülős emberekről szól, főleg nem az operációs rendszer teljesítéséről. Az igazi IT-sz, akik jól élnek, jó nőkkel és jó arcok. Ennyi. Most a szoftverfejlesztés királya SAP Forever, ezt kaptuk. Uh-huh. Na most megkaptad. Jó fejesek a szoftveresek, az IT-sok. Jól élnek, jó csajokkal járnak. Á, menők. Istenem. Miért nem vagyok IT-s? Igen. Igen. Na jó van. 3 perc van pontosan, 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk. 7 óra múlt pontosan, 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani újra itt. Sziasztok. Hello Feri, régóta itt. Itt vagyunk. Igen. M3-as 95-ös kilométernél a Nyíregyháza felé vezető oldalon van egy baleset, ezt Gergő küldte nekünk. 3. kerület Pacsirta mező és a Tímár utca sarkán napok óta nem működnek a jelzőlámpák. Az autók 100-zal mennek át az zebrán, gyalogosok az zebra szélén állnak, csoda, hogy még nem gázoltak el senkit, csak óvatosan. Hmm. Aztán M2-es Pest felé áll, ha valaki tudja, hogy miért küldje el nekünk, mert az SMS írója nem tudja, de már meg is jött. M2-es Göld és Dunakeszi között Budapest felé 3 autó szaladt egymásba, 1 sáv foglalt, torlódás várható, mindenki óvatosan vezessen, SC küldte nekünk. Pontosan a 26-os kilométernél van, így van. Maga a baleset, és amiatt van dugó. M3-as 96-os kilométer, csak a leállósáv járható, zöldségek hevernek az úton, és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáron araszolás van, a Lehel úti kereszteződés előtt lezárták a belső sávot Buda felé, az idéglenes megállót bontják, ezt Ági küldte. Aztán jött egy-két SMS még a Fekete Fejrigen nemhez, ügyes Csajci, de Kati is jó volt. Köszönjük szépen! Igen. Valaki ennyit küldött, a játékos bukta, de nem bukta. Visszahallgattuk, megnéztük. Kiválóan játszott. Tökéletes játékos volt. Úgyhogy tényleg ügyes saj volt, és Kati se volt rossz. Köszönjük szépen a hozzászólást. Olvastam, ez nagyon durva, hogy éjszaka az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mizse között kigyulladt egy tréler. Ami Mercedeseket szállított, és 2 darabot tudtak belőle megmenteni. 2 darabot. Te félpályás útzár volt, minden sávon elindult a forgalom, ez hajnalban történt. Aztán talán CLS, vagy nem is tudom, CLA Merciket szállított. De hogy gyulladt ki egy ilyen tréler? Vagy mi a fene történik? Vagy leborul először, és utána gyulladt ki? Ezt gondolod, mikor jön az autód. Várom, nagyon befizetted. Meg úgy egyáltalán, hogy itt ez egy több 100 milliós kár ilyenkor. Gondold el azt a sofőrt.
ha mondjuk ő hibázott. Hogy én nem is tudom elítézni, akkor kiállja. Rajta volt, mit tudom, 8 darab vadonatúj, fullos CLA Merci, ugye ez a CLS-nek egy kisebb testvére, gyönyörű autó egyébként, viszonylagosan új modellről van szó, és mindenben tég. 8 jármű volt rajta, 2 sikerült megmenteni, én megnéztem a képeket, elképesztő. Kiégve. Az egyiknek csak egy hófehér gyönyörű egyébként. A CLA, nagyon szeretem a CLS is, meg a CLA-t is, nagyon szép modell szerintem. Csak a feneke maradt meg. Az egész kocsi rommá éget. Hogy ég egy ilyen ki? Vagy mi a fene történik? Tehát mész egyenesen, és ez csak kigyulladsz? Vagy ez hogy van? Két dolog szokott történni. Egy előtte haladó autós kolléga csik. Halál komolyan. Úgy dobja ki, hogy neked például beakad a hűtőrácsba. És ott ugye a menetszéltől, ahogy te mész, mondjuk 90-nel mehetsz, szerintem egy ilyen autószállító, elkezd az izzani, és ott egy műanyag alkatrész be, onnantól kezdve vége, A, B, a másik meg a fék szokott túlmelegedni. Atya is, a fék. Aha. Na jó, de autópályán az nem jellemző. De nem azért, mert fékezel, hanem valami műszaki probléma, ja. És elkezd ráfékezni. De azt te annyira nem érzed, hogy megállítsa az autót, tehát akkor a fékhatás nincsen, elkezd izzani. Aha. És akkor a fékolajot mit tenni, még közben kifolyik, az lángra kap és vége. Ilyen. Biztos, hogy biztosítva vannak az autók, de hogy ki az importőr felel ilyenkor, vagy kinek a trélere nem volt, tudom. Kivitte műszaki hibás, kitartotta üzemben azt a trélert, ugye? Vagy egyetek kihibázott, nagyon kemény. Kemény sztori, és hát ugye egyedül semmit nem tud csinálni. Tehát, hogy most ott körbe rohanja az izével a forralortóval. Ja, igen. De azt igen. Gyerekek, 8 darab CLA Merci előtt lángolva állni, azért azt meg kell örökíteni. Nem mindenki élhet át egy ilyet. Hát igen, ez kőkemény. A kollega jelzi neki, hogy fie, füst van mögötted, de távolodok, vagy jön velem? Jön velem. Igen, gondold el, mondjuk tudod, hogy hozzák az autódat, és mondjuk nem szóltak neked hajnalban, hogy csak tudod, hogy már 8 órakor landol, mint a papasznál, vagy valahol az autódot kint. És leülsz így 3-4-8-kor, nagy kikerekedett szemben. S várod a kocsidat, tudod. Korán keltünk, de korán úgy keltünk, autó megéri. Ott az egész család, kiszálltál a taxiból, várod az autódat, tudod, mégiscsak ott legyél, amikor behozzák, bár általában akik ilyen autót rendelnek, már sokadik nem szoktak ott lenni, mikor az országba megjön. Így megérkezik a tréler, tudod, ha még tudod menni, igen. Így begurul, kiégve. Befordul így a papászhoz. Uram, megjött az autó. Hol? Egy része. Igen. Melyik az a fehér? Atyaisten. Hát az a félig fehér. Ilyen autó, mint 20 millió. 25, nem tudom mennyi az új CLA. Ebből egy hatocska úgy ott a benték. Nem? Az 100 fölött van. Az mondhatni tetemes az anyagi kár. Szakértők azt írják a kedves hallgatóink közül, hogy befogott a fék. Aha, igen, befog a fék. És azért gyulladt ki. Igen, így lett a Mercikből Porsche, írja, hogyha hallgatott, de kemény, te jó Isten. Mindegy, csak egy hallgató elküldte, tényleg megnéztem a híreket, a fotókat. Hát ez elképzetlen, mert mindig, amikor ilyen trélerek mögött megyek, ugye egyrészt, erről már beszéltünk sokszor, hogy az ember mire gondol, hogy cserélnél, nem cserélnél, meg mit szállít. Igen. De hogy jól van rögzíteni, nincs jól rögzíteni. Igen, hogy ilyenkor eszedbe jut az, hogy na most ez jól van, mi van, ha egy ilyen tréler egyszer csak fölborul, és ne is vigyen Merciket, csak Suzuki-kat, Toyota-t, tök mindegy. Hogy ez így, hogy, vagy milyen a sofőrnek menni egy ilyen trélerre, hogy nekik ez ilyen mindennapos, hogy ott van valószínű mindennapos, nem? Hogy ott persze. Van 6 G Merci ott áll fönt, jippeket viszik, de meg 4 CLA, meg 2 CLA. Így össze-vissza állnak, és akkor azt érzed, hogy az egyik egy kicsit erre áll, a másik egy kicsit arra áll, hogy ilyen hullámos, vagy mit. Jézusom, mi lenne, hogyha leesne az utolsó? Ha nem örülnék neki. Igen. Ezért kell betartani a követési távolságot. A trélereknél? Már nekünk, mögötte. Na, de ha és betartod a követési távolságot, sose tudod lehagyni. Ebbe valóban. Kicsit előbb-utóbb mellé kell menned, én is. Viszont ha már előzöl, akkor meg már mitől félsz? Ja, de akkor fulgázol kell gyorsan előtte, gyorsan leelőzni. Van egy biztosítás, a fuvarozott magának a Mercinek, azt írja valaki, mindegy is, hogy melyik társaság, és hogy ilyenkor a biztosító nyilván kifizeti. Persze, én sem gondolom, hogy ezek az autók ne lennének biztosítva, tehát nem azt mondják a tulajnak, hogy köszönjük szépen, hogy megrendelte, aha, adjunk le egy új rendelést, bukott 25 millió forintot, csak mégis azért ez így ritkán szokott ilyen előfordulni, hogy 6-8 darab Merci kiég, 8-ból 6. Na mindegy. Jól van, ugye minden évben egy kicsit így az évvége felé mi is próbálunk segíteni, és az ember mindig sokat hezitál, hogy kiknek adjon, hova adjon a magán bizniszein kívül.
mert hogy ezekről mi sosem beszélünk, meg nem is nagyon verjük nagy dobra, meg nem is hívunk hozzá fókuszt, meg mindenféle más magazinműsort, illetve újságot, amikor mi segítünk valakinek, de a Janinak is, Ferinek is, te is egy csomószor beszélsz róla, hogy miket válasz, nekem is vannak különböző ilyen kis magánúton elintézett segítségeink, amire azt gondolom, hogy akinek szüksége van, annak nagyon jöjjön, aki megteheti, annak segíteni kell. Viszont műsor szinten is oda szoktunk valahova állni. Lehetőségünk van rá, sokan hallgatnak minket, és ez most sincsen másképp. Egy olyan szervezet mellé állnánk, akiknek már tavaly segítettünk, és hát nem nekünk köszönhetően, vagy csak kisebb részben nekünk köszönhetően, hallgatóinak köszönhetően nagyon szép összeg jött össze. Tavaly azt hiszem 13 vagy 15 millió forintot sikerült összegyűjtenünk. És most is szeretnénk egy kicsit segíteni, ugye az ökumenikus segélyszervezetről van szó, átlátható a működés, jól szervezett a működés, sokszor világítják át őket, tudjuk, hogy jó helyre megy, mert az ember sokszor bizonytalan, nem? Amikor ilyen különböző szervezetekről, alapítványokról van szó, hát ezt minden évben elmondjuk, hogy tényleg nagyon utána kell járni annak, hogy kinek segít az ember. Volt már ilyen, ugye szerintem mindenki hallott róla, ahogy alapítványoknak a gyűjtés után, hát mindenkinek jutott, csak oda nem. Igen. Viszont az ökumenikus segélyszervezetet ismerjük, és mondhatni, hogy a magyarországi civil szervezetek közül ugye az átláthatóságában abszolút az élen jár. Ezért idén is úgy döntöttünk, hogy próbálunk egy kicsit segíteni, és ritkán teszünk ilyet, de most hallgatói segítséget is kérnénk, hogy minél nagyobb összeggel tudjunk hozzájárulni azon emberek, családok segítségéhez, akik erre rászorulnak. És mindjárt kiderül, hogy miben tudnak ők segítséget nyújtani, illetve mi. A lehető legegyszerűbb módon egyébként, ugye akinek van mobiltelefonja, az tud SMS-t küldeni. Nem kell postára menni, nem kell csekket feladni. Ez egy nagyon egyszerű és egy nagyon jól átlátható módszer, és egy könnyen kezelhető módszer. Ugye maga a telefonos segítségnyújtás? Így van, de akár az ő honlapjukon keresztül is megoldható ez a dolog. Ott is van egy nagyon jól látható, nagyon egyszerű és nagyon precíz kis rendszer, ahol vagy amin keresztül gyakorlatilag bármekkora összeggel lehet őket támogatni. Így van, mindjárt mondjuk az SMS számot, és aztán beszélünk róla, hogy milyen segítséget szeretnénk kérni, és hogyan. Itt van velünk a jó szolgálati nagykövet. Kokó, jó reggel kívánunk, Kokó, hello! Sziasztok, kívánom! Hello. Milyen friss vagy már így, reggel 7:30-kor, hát ez csak futni volt. 3:45-kor keltem, hogy nehogy elmulasszam a hívásodokat. 3:45? Ja, persze, nyilván. Olyan vagy, az a típus vagy, aki 3:45-kor kipattal, egy 4 ütemű fekvő támaszt. A jó ügy érdekében természetesen. Igen, mindjárt hívnak a Balázsék, fölkeltetted az egész családot. Na, jól mondom, Kokó, hogy tavaly, jól emlékszem, 13-15 millió forintot sikerült? Tavaly 15 millió, 60 ezer hívás indult a 1353-as telefonszámra, SMS számra, és ez azt jelentette, hogy közel 15 millió forint jött össze. Ami egy óriási nagy dolog volt, úgyhogy ugye gyakorlatilag mindenféle beharangozás, mindenféle nagy hírverés nélkül, akkor promptra annyian hallgatta a titeket, és körülbelül olyan 7 óra környékén kezdtük akkor is a beszélgetés, és 9 óráig gyűlt össze ennyi. Igen. Ami egy óriási dolog volt. Tehát nem tudom, hogy mennyit tippeltetek, ilyen pár millió óra gondoltam. Voltak tippek, 2, 5, 6, valahogy így körbe tippelgettük. Arra emlékszem, hogy te másnap bejöttél, vagy még aznap, nem, talán másnap jöttél be. Hétfőn, mert ez egy pénteki történet volt, és akkor hétfőn, de már megvolt péntek estére az adat, csak nem árultam el senkinek. Igen, nem árultad el, és aztán bejöttél, és elmondtad, hogy mennyit sikerült. Na, azok kedvéért, akik nem ismerik annyira, hogy mit is csinál az ökumenikus segélyszervezet, hova megy az a pénz, amit adnak, kinek segítenek pontosan, csak úgy, mint tavaly jó lenne, ha elmondanál néhány mondatban, hogy miről is szól a te munkád, illetve a segélyszervezet munkája. Tehát a segélyszervezetet szerintem szinte mindenki ismeri Magyarországon, nem csak azért, mert nagyon átfogó az ő jelenléte Magyarországon, hanem mert nagyon-nagyon régóta vannak jelen, és ez a kampány, az a szeretetészség, ami egy ilyen karácsonyi jótékonysági akció, ez is már több 15 éve működik. És ez most az elmúlt időszakban átváltott egy olyan szlogenre és egy olyan üzenetre, hogy ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek, és ezen a hármas vonalon dolgozik egész évben a segélyszervezet. Tehát ez a karácsonyi vagy adventi adománygyűjtés, ez nem most egy akció, ez pontosabban ez egy akció, amelyben az összegyűlt pénzt egész évben használja fel a segélyszervezet, rengeteg platformon, tehát ha ezeket lebontom, hogy évente tényleg családok tízezreinek nyújt kézzelfogható élelmiszer formájában megjelenő segítséget, ruha vagy tanszerek formájában,
átmeneti otthonokat üzemeltet családok százainak, ahol a lakhatástól kezdve mindenféle átfogó családtámogatást nyújt a továbblépéshez, a felemelkedéshez. Ugye hát esélyt az esélytereleknek címszó alatt tényleg megpróbálja a társadalomnak azon szegény rétegét felzárkóztatni, akinek egyébként más módon nem lenne lehetősége. Ugye rengeteg tevékenységet folytat, és ilyenkor valóban egyszer meg kéne fejteni, hogy vajon miért van az, hogy a karácsonynak a melegsége, vagy az adventi gyertyának a fénye ilyenkor jobban beragyogja az emberek lelkét, és ilyenkor valahogy könnyebben tudnak mobilizálni 250 forintot, mint mondjuk januárban. Tehát valahogy egy januári gyűjtő akcióban a feladatok elvégzéséhez szinte esélyese lenne egy szeretett szolgálatnak, vagy egy jó szolgálati nagykövetnek. Ilyenkor meg decemberben tényleg sokkal könnyebben meg lehet szólaltatni az embereket, és nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek tavaly is a segítséget, meg idén is, hogy szinte azonnal az első kérő szóra rögtön jöttetek nekünk segíteni. Hát ez leginkább a hallgatóinkon múlt, ugye mi ennek teret adunk természetesen. Ez igaz, Balázs, nyilván, azért hogy... a ti szavatok, Jani, Feri, Balázs, tényleg azt mondom, hogy elképesztő. Tehát, hogy az, amikor tavaly ti magatok is alábecsültétek a képességeiteket és a lehetőségeiteket, az bizonyította, hogy egy valóban tényleg a Klasszikum a leghallgatottabb rádió, a ti műsorotok benne abszolút a number van, és annyi hallgató van, és annyi jó érzésű hallgató van mellettetek, hogyha ti azt mondjátok, hogy nem menjünk jobbra, akkor bizony azok a hallgatók jobbra indulnak, vagy most küldjenek el egy SMS 250 forinttal, akkor azok a hallgatók megnyílik nekik is a szívcsakrájuk, és elküldik azt az SMS-t. Igen, reméljük, hogy ez most is így lesz, mert sokszor mondjuk az SMS számot. 1353, így van, ezt egész adás alatt mondani fogjuk majd. Ugye, ha gyerekekről van szó, vagy gyerekek kérnek segítséget, akkor nyilván az ember még jobban akar segíteni, főleg szülőként. Itt ugye beszéltél arról, hogy nagyon sok gyermeknek segítetek a felzárkózásban is, ugye? Tehát, hogy nyilván sajnos gyerekek is nagyon érintettek a lemaradásban, vagy a szegénységben, akiket hát segítetek. Nézd, olyan kitörési pontokat lehet megtalálni a szegénységből, amelyben azért szervezett munkával van esély és mód a felemelkedésre, és ugye ebben a problémakörben, a szegénység problémakörben még a felnőtt valahogy talán megérti, vagy elfogadja, de amikor egy gyermek mély szegénységben nő fel, és ez kihat egyrészt a mindennapjaira, másrészt pedig a jövőbeli lehetőségeire, a tanulási lehetőségeire, az a társadalmi réteg, amiben őnek fel kell nőnie, annak egészen más morális küszöbei vannak, és ebben nő fel, az behatárolja az ő lehetőségeit a jövőben. Tehát időben megtalálva ezeket a problémákat és ezeket kijavítva különböző, de tényleg azt mondom, hogy állásokat vesztett családfenntartókat segítünk a munkakeresésben, munkára, önálló életre próbáljuk felkészíteni őket, hogy aztán későbbiekben a gyermekeik is ne érezzék a szegénységok azt a hátrányt, tehát még időben sikerüljön nekik ezt leküzdeni, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan feladat van, amely túlmutat azon, hogy most egy élelmiszercsomagot átadunk egy családfőnek. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog bizonyos szituációban, például most, hogy legyen meleg étel mindenkinek karácsonykor az asztalán, ez egy roppant fontos dolog. Ezt is segíti természetesen ez a 250 forint. De amikor egy átfogó, hosszú, akár évekig tartó, mert van olyan család is, akivel már több éve foglalkozik a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Vannak olyan családok, akiket tényleg a probléma megoldás első pillanatától kezdve felkarolt, és egészen elvisz odáig, hogy vissza tud illeszkedni a civil társadalomba. Ez egy nagyon sokrétű, hosszú folyamat, amely a család minden tagját érinti. Tehát természetesen nem csak azzal tudunk egy gyermeknek segíteni, hogy mondjuk neki tanszert vásárol a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, vagy ételt teremt neki mondjuk karácsony estére, hanem azzal is, hogy az édesapát valahogy visszavezeti a társadalom, vagy újra hasznos, aktív tagja legyen, dolgozni tudjon, találjon magának állást, hogy aztán önállóan el tudja majd tartani a családot. Nekem az nagyon szimpatikus az Ökumenikus Segélyszervezetnél, hogy ugye itt a gyerekeknek a felzárkóztatásában való segítség, hogyha például mondjuk a szülőknek nincsenek olyan anyagi lehetőségei, hogy mondjuk az utaztatását megoldják, akkor mondjuk vesztek neki havi bérletet, például 2500 forintból, vagy pedig, ahogy te is mondtad, mondjuk egy minőségi tanszert, csomagot állítotok neki össze, sőt, ahogy láttam a honlapotokon, még olyan is foglalkozik a segélyszervezet, hogy felzárkóztató órákra fizeti be a gyereket, hogyha esetleg lemarad a tanulásban. Van, ahol én felnőttem a kongrász szerepen, ott van egy olyan intézményünk például, ahol szószoros értelmében egy probléma megoldó intézet. Tehát gyakorlatilag a segélyszervezet most már olyan méretűre nőtte ki magát, hogy olyan sok alkalmazott és olyan sok önkéntes segítőnk van, hogy szinte az egész országot behálózzák, és látják és tapasztalják a problémákat, és bárhol
találkozunk valamilyen problémával, megpróbáljuk megkeresni arra a legalkalmasabb megoldást. Hogyha a megoldás az az, hogy bérletet vegyünk egy kisgyermeknek, és azzal a családnak egy óriási segítséget adtunk, akkor az a megoldás. Hogyha elég annyi megoldás, hogy legyen meleg csizmája a térre, akkor azt a megoldást próbáljuk megkeresni. Tehát nálunk persze mindenféle segítséget nagy örömmel fogadunk, de ez nem az a fajta feladatkör, hogy mi kizárólag ételt osztunk, mi kizárólag azzal foglalkozunk, hogy ne éhezzenek az emberek. Mi nagyon sokrétű feladatkört vállaltunk magunkra, tehát a társadalom szinte minden problémájával megpróbálunk foglalkozni. Koko, a 13.53-ra kell valami szöveget írnunk, vagy elég az nem, üres SMS nem, is? Üres SMS, de egyébként, hogyha valaki szép szöveggel szeretné elküldeni, annak külön örülünk, de természetesen a gép automatikusan regisztrálja ezt a 250 fontos adományt, és ami mostantól, tehát már amikor elkezdtünk beszélgetni, ezt hívjuk mondjuk 7 óra 30-nak, jó? Aha, vagy mennyinek? 7.25? Hát 25. 7.25, igen. Figyelj, Koko! Jó, 7.25. Még akartam kérdezni, hogy ti találjátok meg, ez nagyon fontos lehet, vagy azok, akik mondjuk most hallgatnak minket, és nehogy is mondjuk rászorulók, akkor ők is felvehetik az Ökumenikus Segélyszervezettel a kapcsolatot? Vagy természetesen. Mert ugye nem mindenkinek van internet, nem tudja beütni, hát főleg akik rászorulnak, nyilván nem gondolnám, hogy lenne kötve a széles sáv. Tehát, hogy erről valahol... Nem, de nagyon sok helyen vagyunk elérhetők. Többek között holnap este Rost Andreával, nem holnap, ma este Rost Andreával közösen fogok forralbort árusítani az opera előtt. Ott is találkozhat velünk bárki, adományt is el tudunk ott fogadni, és ugyanúgy természetesen a problémákat is meg tudjuk hallgatni, és leltárba tudjuk venni. Holnap lesz a szokásos nagy ételosztásunknak az egyik nagyobb rendezvénye. Szinte mindenhol a nagyobb, hát a Vörösmarty téren állandó jelleggel itt a karácsonyi vásárlat, ott van a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet standja. Tehát várjuk természetesen a problémákat is, és természetesen várjuk a megoldásban segítőket is. Aha, tehát hogy nem mindig ti találjátok meg, hanem aki, nem mondjuk most évközben is arra gondolok, hogy valaki rászorul, van ki egy gyerek, nem tudja iskoláztatni, nincs pénz, éheznek a gyerekek, akkor effektíve meg tud benneteket találni. Vegye fel nyugodtan a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel a kapcsolatot. Ahogy mondtam, tényleg behálóztuk az egész országot. Ami látványos az embereknek, azok a nagyon nagy problémák, az árvíz, egy földrengés, egy természeti katasztrófa, akkor minden egyes nagy segélyszervezetnek látjuk a munkáját, hogy ők ott vannak, és akkor valóban, ahogy te is mondtad, megjelenik a fókusz, és arról beszámol, és vannak ezek a hétköznapi hősök, akikből rengeteg van a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnél, tényleg több száz önkéntes és állandó munkatárs dolgozik azon, hogy ezek a problémák egyrészt felszínre kerüljenek, kidolgozzuk rá a megoldást, és akkor azonnal elinduljon a munka. Jó, hát nagyon Koko, sokszor fogjuk akkor mondani, igen. Csak egy praktikus kérdés kérdezi valaki, hogy külföldről tudnak erre SMS-t küldeni a 13.53-ra? Ez egy jó kérdés. Valószínűleg nem egyébként. Kérdezz meg és írd meg nekem SMS-be, ha esetleg igen, akkor elküldöd, és akkor mondjuk jó, azt is. De hogyha nem, akkor ha felmegy a weboldalra, ott mindenféle információt megkap, akár egy számlaszámot is megtalálod, talán még ez az információ is szerepel rajta. De jön haza hozzánk, karácsonyra jöjjön haza, ha tud. Megtudom, és dobom rá SMS-be, jó? Jó, Koko, akkor maradjunk annyi, hogy mi 10 óráig mondjuk, jó? Lehet, hogy szerintem még napközben egyébként a Csabiék is. Verjetek meg a tavalyi évet, jó? Az csodás. 15 millió forintot kellene túlszárnyalni. 60 ezer telefonhívás. Hány hallgatótok van egy nap? Hát figyelj, egy napra lebontva körülbelül 2 millió 200 ezer összességében, ugye, aki ide kapcsol, rákapcsol. 7-20-tól 9-ig hányan hallgathatnak titeket? 1 millió 500 ezer körülbelül. Hát a 10%-a egy hívást elenged, az valami brutális. Az már nagyon jó. Az hát, már nagyon jó. Jó. Legyen 5%, megpróbáljuk, mindent megteszünk nyilván, de hát a hallgatóink is tudjuk, hogy ilyenkor azért jönnek velünk és segítenek, és csatasorba lehet őket állítani, mert ilyenkor mindenki egy emberként mozdul. Úgyhogy holnap beszéljünk, kíváncsian várjuk akkor, hogy mennyi az összeg. Mi köszönjük, és tényleg esélytelenektek, ez a legfontosabb. Koko, nagyon-nagyon szépen köszönjük, mondjuk sokszor. Jó munkát nektek! Köszönjük szépen, Koko, köszönjük szépen, ciao! Na, drága hallgatóink, tehát a feladat adott, a lecke fel van adva, hogy szokták mondani. Ritkán kérünk ilyet, azt gondoljuk, és bennünk bízhatok, nem állunk olyan szervezet mellé, vagy olyan valaki mellé, akikről ne tudnánk, hogy valóban az általatok elküldött pénzt jóra fordítják, jó helyre megy, segítenek vele. Ha valakinek eddig nem volt bizalma, vagy azt mondta, hogy inkább nem, mert nem tudom, az most a lelkiismeretét is megnyugtathatja, és tényleg hiheti azt, hogy jó helyre megy, jó célt szolgál, és tud segíteni. 13.53, ezt kell beütni az összes mobil szolgáltatónál, mindenkinél egyszer, többször, ahányszor tudjátok elküldeni. Jó, a Facebookon is fönt lesz az SMS szám, a morningshow.hu-n is fönn van, de sokszor mondjuk, ez most tényleg jó helyre megy,
ritkán kérünk ilyet, de most mindenki nyomjon legalább egy SMS-t, jó? Ha meg tudjuk haladni a 15 millió forintot, akkor az gyönyörű lenne. De bármennyi jön össze, azt nagyon-nagyon szépen köszönjük, csak küldjetek. És ha valaki esetleg még szeretne tájékozódni a szervezetnek a munkájáról, az megteheti a segélyszervezet.hu oldalon keresztül. Így van, 1353, jó? Sokszor fogjuk mondani, próbáljátok minél többször elküldeni, akinek lehetősége van akár többször is. 7:30 múlt pontosan 3 perccel Óven bácsival és Berunénivel játszunk a hírek után. 3:48 múlt pontosan 2 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello Jani, újra itt! Sziasztok, hello Feri! Jó reggelt. Újra hárman vagyunk kiegészülve. Mr. Szabadság. Mr. Pihenés. Mr. nem tudom, milyen kiránduló. Milyen keveset kell tenni az embernek, hogy elnyerje ezt a megtisztelő címet. Látod? Igen. De én mit mondtam végig? Hogyha valaki, akkor Jani rászolgált. Egész évben nagyon keveset ment. Ezt mondtad volna. Te szemét, ne árulj el. Tényleg? De egyébként tényleg ezt mondtam, hogy megérdemli. Attól is már nem volt itt akkor senki. Érdekes, hogy kirült ez a hely. Igen. Az is megérdemli, hogy szabadságom van. Elmondtam, ja, hogy 4:11-kor és már nem voltam bekapcsolva adásban. Nem baj. Na, 13:53, drága hallgatóink, segítséget kérünk tőletek, ritkán tesszük, de most szeretnénk, ha mindenki egy emberként telefont ragadna, és vagy hívná mobiltelefonról, vagy elküldeni SMS-ben a 13:53-as telefonszámot. Szeretnénk a múlt évi 15 millió forintot beállítani, vagy legalábbis minimum annyit összegyűjteni, vagy még többet, hát nyilván kicsit bilibelóg a kezünk, de milyen jó lenne. 13:53, jó helyre megy, ökumenikus segélyszervezet, nagyon sok gyereknek segítetek ezzel, nagyon sok bajba jutott embernek, felnőttnek, akik sokszor, sőt a legtöbb esetben, hogy Koko is elmondta, önhibáikon kívül kerülnek ilyen helyzetbe, leginkább a gyerekekről van szó. Ők aztán végképp nem tehetnek semmiről, úgyhogy minimum egy SMS-sel vagy egy hívással valaki segítsen. Koko írt, határon túlról nem lehet küldeni. Mert többen írták, hogy igen. Osztrák telefonról tudod küldeni. Van akinek sikerül, ez nyilván szolgáltató, nyilván attól függ, hogy mennyire működik, meg milyen közel van, meg hogy működik, nem tudom. Néhányuknak sikerül, de a legjobb, hogy itthonról küldik, vagy hívják a 13-as telefonszámot. Egy próbát megér, nyilván, ha valakinek külföldről megy, és kap visszajelző SMS-t, akkor az mindenféleképpen jó. Jó, segítsetek, arra kérünk benneteket. Ha pedig nem vagytok olyan helyzetben, és ha mondjuk a szolgáltatótok miatt nem tudtok küldeni SMS-t, akkor látogassatok el a segélyszervezet.hu weboldalra, ez ugye az ökumenikus segélyszervezetnek az oldala, és akkor ott megnézhetitek, meg utána érdeklődhetek, hogy milyen egyéb formában tudjátok segíteni az ő munkájukat. Egy fontos technikai info, az almás telcsik nem engedik az üres SMS elküldését a 13-53-ra. Milyen okos? Milyen felvilágosult? Hát, milyen, hogy, ugye, hát ne minek? Küldj úgy üzenetet, hogy, ne, hogy nem írtál a szöveget. Hát nézzek, a koreaiak mit csinálnak? Nektek ötöt küld, úgyhogy zsebben van, érted? Milyen okos? Igen. Milyen felvilágosú? Tényleg üreset akarsz, hova küld? Minek? Nem ér semmit? Hihetetlen, szóval... komolyan mondom, hogy van ember, akinek más típusú telefon, nem is értem, nem? Na a lényeg, visszakanyarodva, elég, ha egy A betűt mondjuk, vagy egy jelet, vagy bármit beírsz, tehát egy karakter legyen meg benne, akkor már engedi a telefonot 13:53-ra. Így van, valamit küldjetek el. Óven bácsira, Beru nénére rengeteg hallgatónk jelentkezett, már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatuin hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello! Szilvi vagyok. Szilvi, honnan hívsz minket, Szilvi? Én nagy halászból hívlak, Szabolcs megyékből. Nagyon jó. Küldtél egy darab SMS-t legalább? Hallottad, hogy miről beszéltünk? Igen. Tedd meg, jó? Jó, rendben. Drága vagy, köszönjük. 250 forint, nem 2500, mint ahogy sokan írják, 250 forinttal terhelik meg a számládat. Sok kicsit szeretnénk mindenkitől, tényleg nem egy nagy összeg, viszont a sok kicsiből egyszer majd sok-sok millió lesz. Reményeink szerint legalábbis, úgyhogy legalább egyet küld. Jó, Szilvi? Jó, rendben. Mit csinálsz éppen? Megyek dolgozni. Na, mit csinálsz ott majd? Én gyógyszerész vagyok. Figyelj, akarok valamit kérdezni, ami nagyon fontos. Hogyha sima aszkorbinsavat vesz az ember, ugye, és nem C-vitamint, igen, akkor az gyorsabban kiürül, mint a C-vitamin, vagy azzal jót tesz magának az ember, ugye? Baromi drága a C-vitamin, viszont meg tudsz venni, mit tudom én, 15 gram, 20 gram sima aszkorbinsavat is a patikával, amit egyébként kevesebben tudnak. Hát azt hiszem, hogy egyébként az aszkorbinsav nem lenne kiadható mindenféle betegeknek, ha jól tudom, másrészt meg sokkal gyorsabban kiürül, így van. Azért ezek a nyújtott hatású tabletták, kapszulák sokkal biztosabb felszívódást. Aha, tehát az aszkorbinsav bemegy, fölnyomja, és utána gyorsan kisűrű. Hát,
Így van. Aha. De mondjuk, ha szedek, jól teszem, hogy aszkorbinsavat szedek, és nem C-vitamin? Kapszulásod? Hát inkább tegyél C-vitamin. Inkább C-vitamin? Uh-huh. Több rajta a haszon. De tulajdonképpen egyébként igen, sokkal drágábban veszed meg azt a típusú C-vitamint, mint a aszkorbinsavat vennél. Most nem tudom, hogy vényköteles, igen, vagy nem hát vényköteles. Az aszkorbinsav az egy alapanyag a gyógyszertárban, amit gyógyszerkészítésre használunk, és nem feltétlenül kiadható a betegeknek. Ugye mindig veszélyes, hogy hogy fogja beszedni, ja, ja. Mennyit vesz be egyszerre, stb. Hol tárolja, hány fokon tárolja. Tehát te akkor inkább te is azt mondod, hogy na, legyen, így van, sima. Na, gyári készítményt, igen. Aha. Olyan, lehet olyan... már találni olcsóbbakat is. Persze, hát a legolcsóbb vitamin, az a C-vitamin. Na igen, nem, csak az a baj, nem, hogy nagyon sok... Nem, kerül olyan sokba. Nagyon sok cégnek van, nagyon sokféle C-vitamin. Csak nagyon sok a rossz. Tehát nagyon sok az, amit mindenféle szeméttel tömnek tele, adod a gyereknek, és aztán... Azért, egyszer... ami gyógyszertári forgalomban van, és bevizsgált gyógyszer, azért az be van vizsgálva. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül kell bevásárlóközpontban menni a polcról. Tehát ami gyógyszer, törzskény, ez egy gyógyszer, az be van vizsgálva. Jó, most én tudom, hogy a C-vitamin aszkorbinsav van, ne írj nekem ilyeneket, én csak arra gondoltam, hogy más a felszívódása, és kérdés, hogy melyik az egészségesebb. Jó, mindegy, szívesen, ez csak egy ilyen technikai kérdés volt, ha már így összeakadtunk. De jó, vecsési savanyú káposztával. Az, de, az csak egy kilót abban van a legtöbb C-vitamin. Hát igen, csak fene se tudja, hogy igen, ahogy tárolják, hűtik, kezelik. Te tudod, hogy a vecsésiek hogy tárolnak, hogy hűtenek? Hát, a C-vitamin az egyik leggyorsabban elhaló dolog, tehát abban a pillanatban, hogy megnyitsz egy narancsot, nem viszont meg azonnal, pillanatok alatt elhal, hűtőben, hőhatására is lebomlik, tehát hogy érzékeny kis vitamin, nagyon nehéz úgy beszélni, mint hogy berakod a hűtőbe, ott tartod egy hétig, nem vagy benne biztos, hogy a C-vitamin túléli. De mindegy is. Szilvi, szokott menni a játék? Hát, nem mindig. Az jó, akkor hát ha majd most. Segít valaki? Nem, egyedül vagyok, megyek dolgozni az autóban. Ja, hogy nincs mellette senki, nincs. Igen, azt mondtad, hogy dolgozni mész. Oké, okay, na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéri, jó? Jó. Hát készül neki szilveszter. Hát még nem vágják. Ez még pici. Hát a szilveszteri malac az pici. A cicsi, igen. Hú, hétvégén jó kis disznóvágáson voltam. Egyébként akartam mondani, hogy azért hozhattál volna a termésből valamit legalább, hogy megkóstoljuk. Mindent megettetek? Nem. Nem, de nem gondoltam rá. Eszembe se jutottatok. De van egy kicsi, majd hozok valamit. Na Szilvi, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ja, jó, hát ez ilyen ünnepi szinte. Hát ez annyira könnyű, hogy... Ez az Irigy Honaimirigy. Na de várjál, hát jó lenne, ha valami eredetit mondanál. Vagy a címét, az Irigy Honaimirigy feldolgozta. Igen, az ugrott be rögtön. Hát az eredeti előadót, ha megmondod. Hát Korda György. Hát, ő is feldolgozta. Igen. Jó, addig megmutatjuk még egyszer, hát tudsz egy kicsit gondolkodni. Igen, tudom, melyik darról van szó. Azt hiszem, az eredeti az külföldi. Na, jó, nagyon, így van. Az a Karelgott. Karelgott, így van. Mekkora az eredeti, gyerekek. Nagyon-nagyon jó. És lássátok, kivel van dolgotok, hogy örömet szerezzen nektek karácsonyra, a Balázs holnapra megtanulja a teljes szöveget. És elő is adom, ha kell. Minden azért, hogy jól szórakozzatok. Gyerekek, ezt a kordán kívül senki nem tudja úgy elénekelni, mint a Karágot. A korda énekli messze a legjobban. Fú, de jól énekli. Jó, Szilvi, ügyes voltál, megvan. Jó, köszönöm. Nyom. Jó, várom majd akkor a csomagomat. Dehogy aztán itt kiüsd a szélvédődet, vagy kifejeld, vagy a hallom, hogy annyira örülsz, hogy azt nehogy aztán itt valami tömeg karambolt okozzál, vagy valami, látom, nem, hogy... Nem járok én olyan forgalmas úton. Ahogy te örülsz, hát nem örül úgy senki. Szilvi. Voltak. Küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket kívánok. Meghív, békés, örömteli. Boldogságos karácsony kívánom. A szeretet járjon át. A szeretet járjon át téged is, Szilvi, az iskoládat, vagy járjon át aztán nagyon. Küldjük neked, jó? Köszönöm, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Jó lesz, ha a korda félét tanulod meg nekünk, az is. Ne. Jó, az nektek? Azt miért választatok? Mit szeretnétek? Panyi, dojve, janom, spa. Ezt meg lehet tanulni. A spanom, Jani, vagy mi janom, spa? Janim, spam. Janom, spam. Jani a spanom. Igen. Szlovákhoz képest ez milyen?
A szlovák és a cseh nagyon hasonlít, egy cseh és egy szlovák meg is érti egymást, egyébként hasonló, tehát ugye megérti az orosz is, a cseh, a szlovák is, az orosz, tehát azért ezért tudnak egymással vidáman beszélgetni. Csak a nemzeti öntudatuk meggátolja őket abban, hogy ezt jelezzék is a másik felé. Így van, hasonlít, sok átfedés van. Na, van egy SMS számunk, sokszor mondjuk jó, mindenkitől egy darab SMS-t kérünk, tudjátok, hogy nem állunk rossz ügy mellé, tudjátok, hogy nem kérünk fölöslegesen, most viszont szeretnénk, ha ti segítenétek, leginkább az ökumenikus segélyszervezetnek, mindenki 250 forinttal, tényleg nem sok, aki teheti, tegye meg egy SMS-t, aki teheti, küldjön többet, 1353. Hívni is lehet, SMS-t is lehet küldeni, szeretnénk sok-sok millió forinttal segíteni szülőknek, gyerekeknek, rászorulóknak, nem ajándékokról van itt szó, ételekről van szó, felzárkóztatásról, tanulásról, valódi segítségről. Jó, holnap mondjuk az összeget, hogy mennyi gyűlt össze, mi most szeretnénk benneteket megkérni, azt a sok-sok embert, aki minket hallgat, hogy effektíve így próbáljátok ti is egy kicsit ezt meghálálni, illetve segíteni. 1353, ez az SMS szám, küldjetek el legalább egyszer. Jó, egy felkiáltó jelet, egy kérdőjelet, bármit, segítsünk akkor együtt. 2 perc van, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra, úgy pontosan 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Frissabi is, hello Feri. Hello mindenkinek, jó reggelt. A leálló sávban halad a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, ezt Karolina hozta. 93-as kilométernél a Káli és a Nagyfügedi lehajtó között egy személygépkocsi és egy kisbusz ütközött, és egy ember megsérült, úgyhogy a helyszínél és alatt csak egy sávon járható a forgalom. Mindenki menjen lassan. A Stefánia úton kékfehér autó áll, lehet, hogy miért ezt Enci küldte nekünk. Dunakeszi belterületén áll a főút, üzeni Dóri. Szentendrei úton római fürdőnél egy labrador kutyú sétálgat az úttestem, és budakeszi Szélkálmán nagyon bedugult. Ezt kapitány küldte nekünk. Az M2-esen történt baleset miatt Dunakeszinél torlódik a megfulladok gyerekek. Torlódik a 2-es út Budapest felé, csak araszolva lehet haladni. Ezt Sushi üzente, és ezzel be is fejeztük a közlekedési híreket, nagyjából ennyi jött. Ha bárkinek van, akkor küldjön nyugodtan. Üres SMS-t küldtem, elfogadták, köszönöm, nagyon jól esett, úgy éreztem magam, mint véradáskor. Így van, ugye gyűjtünk mi is, a ti segítségetekkel ritkán kérünk, de most igen, azt szeretnénk, ha mindenki, aki minket szeret, aki szeretne segíteni, aki hallgat minket, az most egy SMS-sel, akár úgy is mondhatjuk, hogy hálálja meg kicsit, azt, hogy minket tud hallgatni, és ha másért nem, azért, mert minket szeret. Ha van olyan, aki segíteni szeretne, az még jobb. 250 forinttal szeretnénk ugye segíteni az ökumenikus segélyszervezetnek. Nagyon egyszerű, 1353, felkiáltójel, kérdőjel, smiley-jel, bármit lehet elküldeni, bármelyik mobil szolgáltatóról. Jó, ezzel 250 forinttal segítünk. Kokóval beszéltünk korra reggel, elmondta, hogy kiknek segítünk, nagyon sok gyereknek, a felzárkóztatásban, ételben, több száz családnak nyújtanak menedéket, lehetőséget adva az együtt maradásra, a tovább lépésre. Szóval itt nem csak egy hétköznapi idézőjelesen csak ételosztásról van szó, sokkal kiterjedtebb módon tudtok most így segíteni. Nem kell sehova elmenni, nem kell postán sorbálni, és ami a legfontosabb, hogy jó helyre megy. Ha bennünk megbíztok, már pedig bennünk megbízhattok, akkor tudhatjátok, nem állunk rossz szervezet mellé, ez most sincs így, úgyhogy lehet segíteni. Jó? Egy SMS, ennyit kérünk. Két SMS, az egyikre reagálnék, igen, mi már küldtünk, a másik az örök alma és android párharc. A nem menősz köcsög, az android előbb nem engedte üresen elküldni az SMS-t. Igen, egyébként a 1353 hívása is működik, jó? Úgyhogy lehet egészen nyugodtan segíteni. 1353. Na, azt mondja, hogy Karolinának miért kell a hírek végén elélveznie? Ez teljesen egyszerű. Szereti a munkáját. Szereti a munkáját, illetve mindig rajong érte. Meg hát ez a társaság, ugye? Illetve igen, tőlünk tavaly gésagolyót kapott, és előszeretettel használja. Azóta is rendszeres fogyasztója. Már jön, ma is benn van, Karolina. Igen, ott már vannak a gésagolyók? Én szeretem, hogy te ilyen kis erotikus állapotba kerülsz a hírek végére, nincs ezzel csak baj. Csak egyszer kapnám a kezem közé azt, aki ezt az SMS-t írt. Vissza, ott van, 681. 681 a száma. Szereti, de begerjedsz, hát elmondasz egy M2-esen történt balesetet, és... És meg is vagy este. Na, az időjárása. Meg vagy. Az időjárása indulsz be? Igen? Köd lesz. No. Köd-citálás, egy ónos eső, csúszós utak, nem? Hát az mindenkinek elindítja a fantáziáját, igen. Rejsz András. Hát arra meg aztán, az még engem is beindít. Jó? Van egy hallgatónk, aki segít nekünk friss közlekedéssel, drága Anna. Mi van? Halló!
Sziasztok, Laci vagyok. Meg se írod már. De itt van, Laci, hello, jó reggelt. Sziasztok, a Kacsonfónál tudni felüljáron láttam egy óriási dugót. Igen. Valószínűleg a Hungária úti villamos felújításnak a véglegesítésével van kapcsolatban, tehát bontják el a megállókat, és ezért nem nagyon halad a forgalom, szóval az M3-as bevezetőtől gyakorlatilag fölhajtani a Kacsa-Pográc útra egy negyedórás tortúra, és a Hungáriám sem annyira fényes a dolog, tehát Budára átjutni szerintem legalább egy 30-35 perc. Há, igen, hát ott most mindenféle elbontás, felújítás zajlik. Igen, ezt többen írták. Nézzük nekünk a jó oldalát, hogy mi aztunk csinálják, tehát a türelmet mindenkitől. De szerintem pozitíztam. Téged kiküldött a Vitézi? Igen, várjátoktam aludni esténként, úgyhogy... Beépített ember vagy? De nem, egyébként jó a hozzáállás, valóban így van, hogyha egyszer elkészül, akkor szebb lesz. Így van. Igen. Mellesre küldtem SMS-t is a Karitásznak a számára, és minden kedves átkolónak boldog karácsony kívánnék ezzel. Reméljük, hogy egy kicsit örömet szereztünk vele. Laci, hát most komolyan mondom, itt lennél, egy nagy puszit kapnál tőlünk. Én barátom, csak én fotózom. Olyan Jari válna is tenni a Facebookra, igen. Egyi. Jól tetted, tényleg mindenki küldjön. Jó, 13-53. Laci, nagyon köszi neked. További jó munkát nektek, sziasztok. Ciao, hello. Békés, meghitt, örömteli, szeretetteljes. Sziasztok. Kívánok, ciao. Dicsértes. Békés Csaba. Békés Csaba. Ezt tudtad a szeretetteljes meghitt karácsonyhoz hozzátenni, hogy Békés Csaba. Egy szeretetteljes város. Békés Bizony. Csaba. Pálinkát és kolbászt adnak az ott érkezőknek. A legbékésebb megyében. Igen. Igen. Tessék. Na, karácsonyi bevásárlás. Hát ugye mindenki tudja, mindenki ismeri, mindenki átérzi. Szerintem nincs olyan család, ahol előbb-utóbb ne lenne ebből konfliktus, hogy a nő még a 66. szatyorral bemenne a 77. üzletbe, a pasi pedig könyörögve áll kint, és próbálja rávenni kedvesét, feleségét, szeretőjét, barátnőjét, menyecskéjét, leendő feleségét, hogy ne tegye, ne menjenek be, menjenek haza, mert így is több, amit tud cipelni. Kínában történt egy nagyon érdekes eset, érdemes róla fél mondatot beszélni. Vérfogyasztó jelenet zajlott le, nem is olyan régen, egy kelet-kínai bevásárlóközpontban, amikor egy férfi elveszítette a türelmét, mert barátnője megszállott beszerző körútra indult. És hát veszekedés zajlott már a 26. cipőbolt előtt, mert hogy oda is beszeretett volna még menni a kedves. A pasi azt mondta, elég cipőd van, több, mint amit egész életedben hordani tudsz. A nő pedig azt mondta, hogy nem vagy jó férj, hisztérikus állapotban kiabált vele, és azt mondta, hogy zsugori alak és el akarja rontani a karácsonyt. És egy nagyon heves vita alakult ki köztük. Ez még egy megszokott dolog, ugye? És hogy reagált az emberünk? Az ember azt mondta, hogy ha még egy boltba bemész, akkor levetem magam, és öngyilkos leszek. Mondta ezt a pasi, mint egy megfenyegetve, kicsiny, apró kínai termetű barátnőjét. Kislány azt mondta, hogy ezzel nem foglalkozik, behaladt a 26. cipőboltba, a pali letette a szatyrokat, odalépett a korláthoz, és leugrott a 6. emeletről a bevásárlóközpontban. Egy szava hihető ember. Igen, hát én azt gondolom. Igen. Megígérte. Meghalt. Itt már szerintem nagy lehetett a gond. Tehát, hogy itt nem csak ez az egy nap volt, meg nem csak ez a karácsony, hanem itt valószínűleg egész éves tortúrának esett áldozatul ez az úriember, meg az ő kapcsolatuk. De, hogy ha ő szereti ezt a lányt, akkor mi a baj azzal, hogy bemegy még egy cipőboltba? Hát menjen. Biztos keres jól a lány, nem az mert ő a lány szerette, nem a cipőit. Ja. Nyilatkozott egyébként a bevásárlóközpont sajtó szóvivője. Ő azt mondta, hogy a holttestet gyorsan sikerült eltávolítani, és örömét fejezte ki, hogy a tragédia során nem sérült meg senki. Hát csak ez az egy ember. Azt mondta, ez egy tragikus esemény, de az évszak mindenki számára rendkívül stresszes. Igen. És hogy örül neki. Jegyezte meg a bevásárlóközpont szószólója, írja a hírát szóvivőjére, gondoltak nyilván. És örül neki, hogy az ő cipőik olyan vonzerőt jelentenek a kínai családok számára, hogy akár az életüket is kockáztatják értük. Milyen állapotba kell lenned ahhoz, hogy öngyilkossággal fenyegetőz? Hát és hogy meg is tedd. És hogy valójában megtedd. Milyen beszűkült tudatállapot, nem? Igen, valószínűleg ez egy reggel 8-tól délután 6-ig tartó kis túra volt, nem? Tehát, hogy hosszú lehet. A 26. szatyrot cipelte már a pasi. Ott volt nagyon sok szemtanú, mondta, hogy még a füléről is szatyor lógott, és már szinte síró állapotban könyörgött a barátnőjének, hogy ne kelljen bemenni a 26. cipőboltban. De a csaj bement. És a pasi meg leugrott. Ugye szomorú az ügy. Na de hogy van ez a családoknál? Ezt azért mindenki tudja,
És semmelyik pasi nem lehet álszent, hogy azért sokszor eleget lehet abból, amit egy-egy barátnő vagy feleség csinál. Ti milyen típusok vagytok? Mentek, segítetek? Elkíséritek őket, egyáltalán? Igen. Vagy azt mondjátok, hogy menjél, hozd haza, és vásárolj egyedül. Feri? Az a baj, Jani? Az a baj, hogy én inkább csajos vagyok ebből a szempontból. Tehát, hogy... Tehát ő vásárol is. Te vásárolsz, és a Móni viszi a szatyrot. Igen, és cipeli, és hozza utána, és utána azzal fenyegetődik, leveti magát, hogy a 26. túracipőt is felpróbálom. Az a baj, hogy én vagyok kettőnk közül a tépelődőbb típus. Tehát, hiába vagyok én tudatos vásárló, és sokszor egyébként erre is fogom, én oda megyek egy boltba, és aztán elbizonytalanodok. Oda megyek egy boltba, hogy megvegyem, mert kinéztem az internet, de amikor meglátom, elbizonytalanodok. És amikor két termék van egymás mellett, és ezt a két terméket a kezemben tartatom, az egyiket a balban, másikat a jobban, hajlamos vagyok rá, hogy 10-15, akár 20 percen keresztül is nézzem őket. Én tudom, igen, szoktál mesélni. Szemezek erről. Velük, kontaktus keresek velük, megpróbálok pro és kontra érveket felsorakoztatni az egyik mellett, a másik mellett is, az egyik ellen és a másik ellen. Jó, és Mónika mindeközben mit csinál? Hát ő megőrül. Aha. Hát ő szül. Igen, legutóbb csak, hogy érezzék a hallgatók, hogy azért itt nem komoly döntésekről van szó, és nem arról, hogy melyik farmer tetszik, vagy melyik kabát, vagy nem tudom. Nem. Kettő darab hosszabbítónál vaciláltál közel 20 percet, majd hazavitted azt a hosszabbítót, ami otthon nem működött. Tehát, nagyon fontos, mert az egyik egy 800 forintos tényező, egy másik egy 950 forintos tényező, az egyik 6 lyukú, a másik 8 lyukú. János egy bruttó 25 percet tudott kettő darab hosszabbítóval a kezében. Kapcsolós volt, nem akármilyen. Hosszabbító kapcsolós volt, és hát ugye a dolognak az volt a lényege, hogy azt próbáltam meg kitalálni ránézésre, hogy a kettő közül melyik kapcsoló lehet a tartósabb, ezért kapcsolgattam őket. Az egyik egy keskenyebb, a másik egy szélesebb kivitel volt, és kapcsolgattam. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy én mielőtt nekiálltam 20 percen keresztül nézegetni ezeket a billenő kapcsolós, egyébként, ahogy Balázs felvázolta, meglehetősen drága prémium kategóriás. Hihetetlen drága kínai gyártmányú, igen, 600 fontos hosszabbító, 4 lyukú hosszabbítót, igen. Eszközöket én megkérdeztem az egyik eladót, hogy ő melyiket tanácsolna. És azt mondta, hogy vegyem inkább a szélesebbet, mert hogy nekik is otthon ilyen van, és kültére használják, évek óta gyakorlatilag semmi baja nincsen. Nem mondom magamban, akkor viszem a másikat. Engem nem biztos azért akarja ajánlani, mert abból kevesebb vagy. Akkor viszem inkább azt, ami kisebb, biztos, hogy működni fog. Hazavittem, nem működött. Egy szó szabad nem lehet, mert szólt az eladó, hogy a igen. Másikat vett. Figyelj, és a Móni mit csinál, a 6 darab szatyorral ott áll, és könyörök, hogy Jani, menjünk. Hát légy szíves, ne csinálj. Egyre üresebb a tekintete, egyre kifejezéstelenebb, és egyre inkább tűnik el belőle az a szeretet, amit felhalmozott az utóbbi 20 évben iránta. Szegény. A Londonban például ezt nagyon jól csinálják, kialakítanak különböző férfi sarkokat, különböző nagy híres nőknek szóló áruházakban, ahol a férfiak kávézni tudnak, ahol a férfiak bőrfotelekben üldögélhetnek, kiszolgálják őket, és férfiakra alapozó szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Szenzációs, ez előbb-utóbb Magyarországra is ideér. A nő bemegy, egy órát eltölt, közben a pali leül a bevásárlóközpont egy részletébe, wifizik, megnéz különböző hirdetéseket, újságokat, férfiaknak szóló újságokat, és végig üli azt az időt, amíg a párja vásárol. Végignéz egy private show-t, amit egy trombozott rúdon lejtenek előtte. Hát egy Victoria Secret boltban, mondjuk Londonban, ott igen, ott 3D-ben jönnek a Victoria Secret modellek, igen. Nálatok hogy megy, Feri? Gyerekek, az igaz férfi elkíséri a párját a bajban, töretlenül viseli azokat a csapásokat, amit az újabb cipőbolt jelent, igen. Odaadja a bankkártyáját. Te igaz férfinak hívod, szerintem ez a papucs. Igen, de még nem mondták. Megközelítés kérdése. Nem megyek el. Biztos de miért nem? Miért nem kíséred el? Hát viszed a... Figyelj, nem tud úgy például rendesen válogatni, ha tele van a keze a csomaga. Például gyorsabban halad a nő, ugyanis ha már fog 3 csomagot, nehezebben nézi meg a cipőt. Én azt gondolom, hogy a nőket ilyenkor hagyni kell kibontakozni. Tehát, hogy menj, te nyomasztod a jelenléteddel. Tehát szerintem egy nőt frusztrál, hogy te ott állsz mögötte, folyamatosan mennél már, könyörögsz, hogy ne válogasson, vegye már le azt a fölsőt. Hagyni kell, hadd menjen egyedül. Ha ott állsz 6 szatyorra, az nem jó. De nem nyomasztani kell, segíteni kell őt a vásárlásban. El kell mondani, szerintem drágám az a szín jól áll neked. Mi pontosan így van, érted? Itt a karácsony, a szeretet. Úgy persze, érzed ezt a lábszagot? Úgy nyilván nyomaszt az, hogyha oda mész, állandóan cseszegeted. Ne legyen már pacsker, ne menjen már 6 darab szatyorral 3 órán keresztül, amíg a nők vásárolnak. Engedd el a nőt, menjen el vásárolni,
nem attól férfi egy férfi egyébként, hogy ott áll 6 darab szatyorral, és 4 órán keresztül követi a barátnőt. Igen, drágám, nagyon szép, drágám. Mitől férfi a férfi? Mondd már meg nekem, hogy más út van közben. Tessék? Hogy hagyja cipekedni a feleségét, attól férfi? Nem, megfogod a csomagot, kint beülsz egy kávéra, szórakoztatod a gyereket, és hagyod, hogy vásároljon. Mész 6 gönccel utána a csajokat, akik sétálnak a férjük nélkül. De hülye vagyok, ez jó. Ne, de szerintem nem. Júli, nálatok ez hogy megy? Ez baromi becsapós, amit mondasz, hogy mész és majd kint megvárod. Nálunk ez szokott lenni. A férjem megáll mellettem. Ne tökölj már annyit, nagyon szépen kérlek. De tényleg jó, nem lehet annyit, amennyit ti tudtok egy választással. És akkor azt mondja, akkor szokott nálam eltörni a mécses, hogy jó, kint megvárlak. És ez nem azt jelenti, hogy ő kint leül és vár türelmesen, hanem olyan, mint ha kitolnál egy síró babakocsiba, egy gyereket egy síró babakocsiba, egy síró gyereket a babakocsiban az ajtó elé, és ott hagynád. Na, attól aztán szétmegy a feje, hogyha neki kint kell várnia, még én, mint bent vásárolok. De figyelj, a nők 80% úgy csinálja, hogy 45 percet tud állni 2 darab 2000 forintos felső között. Nézegeti, melyik az olcsóbb, hogy csinálja. Egy pali bemegy, és orientálódik. Megnézi, fölpróbálja, tetszik, megveszi. Ti tényleg egy szaküzletbe el tudtok tölteni úgy 45 percet, hogy nektek az nem idő. Jó, na de karácsonykor nem vásárolhatsz úgy. Figyelj, van az a játék, amikor kap egy házaspár egy bevásárló kocsit, van egy perce arra, hogy bevásároljon, és amit bedobál a kocsiba, azt megkapja ingyen. Na, mi így vásárolunk, azzal a különbséggel, hogy utána ki kell fizetnünk a dolgokat. A férjem betolja a kocsit, szórja bele a cuccokat, tolja végig, ó, sor van, keressük meg a következőt, neki egy, ez ilyen stressz. Én meglátok egy sort, én pánikbe sem. Én meglátom, mit tudom én, egy női üzletben, hogy hol áll a sor, megpróbálom Vikit lebeszélni, ne menjünk be. Jó, a férjem az ugyanez. Végtelen türelmetlen, ilyen emberrel nem lehet bevásárolni. Tehát azért kell inkább a csajoknak egyedül menni, nem? Nem, de közben meg figyelj, tavaly, akkor, amikor a két gyerek bent ordított az autóban, én pedig egyedül próbáltam felrakni a másfél méteres ezüst fenyőt a kocsi tetejére. Jó, az nyilván egy véglet, nem arról beszélek, hogy a nő egyedül menjen fát venni. Én erre a nagy klasszikus bevásárlóközpontba megyek, egy 8 órán keresztül vásárolok, miközben a férfiak megőrülnek. Egy nyavajás napot ki lehet bírni. Én előtte egy nappal vagy két nappal elmegyek, felmérem a terepet. Megnézem, hogy mit kellene megvenni. Kiszúrok két boltot, ahol jó eséllyel vannak befutók. Elhívom, megvitatjuk, megbeszéljük, hogy mi lesz a jó. Hogy utána le lehessen otthon azt mondani, hogy ezt vetted, küld vissza, vagy menj vissza. Jó, nem elmenni és otthon cinkelni az gáz. Igen, azt mondjuk én nem csinálom, de ez mi? Tehát ott megveszi, ha ez neki tetszik. De szerintem a férfiak nagy többsége nem áll be 6 óránként sorba. Bocsánat, arról beszélgetünk. Igen? Arról beszélsz te itt ebben az adásban, hogy a nő, aki egy okos választást fog megcsinálni, mert igen? Megnézi, hogy 100 forintot hova tegyen, ide vagy oda, hogy a te pénztárcáddal takarékoskodik, az neked smafú. Alapjában azt gondolom, hogy a nőknél egyébként nem is az árról szól, hanem hogy megfoghassa, fölpróbálhassa, kicsit belebújjon. Nem biztos, hogy még csak az sem biztos, hogy meg akarja venni. Nekik nem effektíven maga a vásárlás okoz örömet. Ott van, vegyül, megfogja, nézi, fölpróbálja, leteszi, másikat próbál. Erre szerintem a parik alkalmatlan. De miért nem akarsz ott lenni élete legszebb pillanatainál? Mert akkor ezek szerint ezek azok, ugye? Amikor válogathat, ha ő kér téged, hogy gyere drágám, és esetleg mondjuk vidd a csomagom ugyan, mert én közben válogatok, akkor te miért nem vagy ott rendes férfiként? Hát, ha nem az eskü volt az élete legszebb pillanata, akkor már nem. Akkor már rég rossz. De bocsánat, nekem a karácsonyi ajándékvásárlás az hozzátartozik a karácsonyhoz, mint rituálé. Tehát, hogy elképzelem, hogy minek örülne, áldogálok a polc előtt, meghányom, vetem. De most az ajándékozásról beszélsz, nem erről, most a klasszik, júliusi, mit tudom, nagy leértékelésű, vagy az augusztusi, tehát most nem csak a karácsonyi bevásárlás, persze nyilván az ember a szeretteinek vesz ajándékot, én nem erről beszélek, hanem amikor te augusztusban nőként 4 óráig vásárolsz, vagy a nők nagy többsége 4 órán keresztül vásárol valahol, hogy azt a pali képtelenek kiállni. Ha nem akarok kiszúrni magammal, akkor nem viszem magammal a férjemet. Nem. Én szerintem a pasik erre alkalmatlanok. És elrontja a légkörét annak, azt hogy én ott... Azt te hiszed, mert még nem vásároltál velem. Nektek egyébként együtt kellene, na akkor az összes hajat kihullana. És ráadásul egyébként az a rossz ebben, hogyha én a férjemmel megyek el, akkor általában nem is veszek semmit. Tehát eltöltök 10-15 percet úgy bent a boltban, hogy látom, hogy a férjem kint már így áll, integet, mit tart ennyi ideig. Rohangálok, mint egy fejetlen csirke, végül mindent visszarakok, és kimegyek a boltból. Neked két egyforma termék is fél óra, nem, Jani? Nincs két egyforma termék. Látszik, hogy arra gondolom, hogy 60-as izzó. És annyira laikus, hogy tehát, én még persze nem is voltál soha normális, nincs két egyforma termék. Ugyanazon tárgyártótól, ugyanazon izzó, ugyanannyi vattal, ugyanarról a polcról, balra nézel, jobbra nézel, ugyanannyi az ára, ugyanannyi a kódja, neked az is 20 perc.
van különbség a kettő közt, simán mellé lehet nyúlni. Nagyon-nagyon körültekintően kell vásárolni ahhoz, hogy az ember ne járjon, úgyhogy aztán két ünnep között vissza kell menni. Jézusom, én nem hiszem, hogy három nővel ülök itt komolyan. Ebből kollégák vásárolsz és csomagokat akasztasz a füledre, és úgy mész, a Jani csajként vásárol, és négy óráig vesz egy hosszabbítót. Miért nem vagytok egy kicsit férfiak? Miért nem mondjátok azt, hogy drágám, menj be ebbe az üzletbe, nem állok be veled a sorba, kint megvárlak, kiszom egy kávét, vásároljál, nem nyomasztalak, egy óra múlva találkozunk itt, és igen, elfoglalom a gyereket mondjuk. Mi lett veled? Az, hogy nem nyomasztod a vásárlásnál a Vikit, ez igazából nem, ez a gondolat, ez belőled jön. Ő még ezt neked soha nem mondta, hiszen nem is nagyon volt rá lehetőség. De én tudok, hogy nagyon nyomasztod, hogy bemegyünk valahova, mit tudom, és azt látom, hogy kilométeres sorok állnak, és nőt félrelökve küzd két pár fekete zoknit, és leértik egy fölsőtért. Basszus, sokat tökölötsz még, Balázs, még csak a parkolóban vagyunk, e? Valahogy én mindig azt gondolom, hogy úristen, mekkora áldozatai vannak a fogyasztói társadalomnak, hogy miért hagyjátok magatokat ennyire hülyére venni, hogy jön a karácsony, és meg kell ölni a másik nőt, hogy tiétek legyen az a leértéket fölső. Januárban is ott lesz, februárban is ott lesz. Nem vagyok hajlandó. Nem lesz ott, elviszik. Fél óráig sorbálni 10 pár fekete zoknél. Nem vagyok hajlandó. De mert akkor inkább ne legyen. Hogy vásárolsz? Viki ott van melletted? Nincs. Vásárlás előtt veszekedést provokálok. És a kocsiba megyünk vásárolni, direkt nagyon összeveszünk, hagyom. Nem, egyedül elintézem, általában meg kimegyünk közösen valahova, és akkor vásárolunk, de én nem nyomasztom. Tehát mondom, bemegy, valahol el vagyok, addig a gyerekkel viszünk egy kávét, beviszem játszóházba, bármi. Csak na, ne kelljen nekem hatszási... És a két veszekedő nőnél, érted, milyen jó lenne a te férfi erőd a Viki mellett? Ha? Hogy? Hát azt mondod, hogy 10 pár fekete zoknél két nő veszekszik, hogy kié legyen az utolsó 10-es csomag. Oda mész, te vagy a férfi, elintézel, és már is Viki a boldog. Lenyomod látod? A pult alá más. Igen. Paf! Nem, ilyenkor azt érzem mindig, amikor ilyen pasikat látok ilyen szatyorral, meg nőket, hogy beterelnek egy ilyen nagy ketrecbe, és valahol figyelnek téged egy kamerán, és jót röhögnek a markukba, hogy nézd a sok hülyét. Nézd, jön a karácsony, hogy mennyire palira vettük őket. Tehát ebből, ha kimaradsz, az valahogy szerintem kicsit jobb, nem? Na de ha pont az segítő támogatást adott, hogy te ott vagy, érted? Akkor jobb a komfortérzete a feleségednek, mert vele vagy ebben a bajban, amiről most pont beszéltél. Hát az ő kártyának a hitelkerete már lemerült, akkor azért mégiscsak ott van a tiéd. Én nem tudom, mi lett veletek, szóval komolyan mondom, nem értelek benneteket. Bizonyos férfiak alkalmatlanok erre a műsorszámra. Tehát a Feri el tud menni, és tudott állni, és nem csorog a hátam közepén a víz attól, hogy áll mellettem. Az én férjem erre totálisan alkalmatlan. Én nagyon örülök neki, hogyha közel lesz valamilyen régen, valamilyen kerti osztály, vagy bútorosztály mellett vagyunk, akkor mindig oda tudok húzni magam, egy széket leülök rá, és akkor úgy tudom nézegetni a hosszabbítókat. De hát... Jó, de te az meg is van az eredménye, hiszen már másnap vissza kellett vinnem. Jó, de te befekszel az IKEA-ágyba is, úgyhogy nem akarsz ágyat venni, nem? Hát ez persze, hát ezért egyrészt szerintem egy fél óra még nem szúrsz szemet senkinek. Ha meg ott zavarok, akkor hogy megyek egyet. Tehát nálad egy matracvásárlás, mondjuk ha kell, az úgy néz ki, hogy 4 héten keresztül minden nap máshol alszul egy órát. Nem mielőtt megveszel egy leértéket matracot. Én matracot nem veszek meg úgy, hogy nem próbáltam ki előtte. Igen? De mindent kipróbáltok a Mónival? Van egy ilyen függöny elhúzás. Oh, jó, most akkor jó, most tempót váltunk. Igen. Jövök. Most érkezem. Na jó, férfi társaim, ha maradt még bennetek egy kis szusz, és nem elnőiesedett nőnemű, androgűn, kétnemű lényekkel ültek itt a stúdióban, mint én. Írjátok meg, hogy nálatok hogy megy, jó? Van-e veszekedés? Mi van a vásárlásnál? Hogy bírjátok elviselni? Ki az, aki cipeli a csomagokat? Feri, ki az, aki... Mi nem a boltban erősködünk, hanem otthon. Ahol. Hát egy 4 órás vásárlás után értem, hogy izgalomba jössz. Jó, várjuk a vásárlásos tapasztalatokat. Hogy bírják a nők, illetve a férfiak, illetve kinél milyen típusú veszekedések vannak. SMS számunk változatlan 06-745-00-00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 volt pontosan, 4 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. És ugye... a papucsok, mondja nyugodtan. Nem. Persze, osszál bennünk, hogy azért, mert igaz férfi. Láttam, hogy kimentél itt a hírek alatt, bugyit cseréltél, vagy mi történt? Persze, fölvettem a tangát. Nagyon bevágott a tanga? Gatyát, igen, és a tangát vettem fel. Jó, nincs ezzel baj. Persze. Ilyen férfiak is kellenek. Sőt, jó, hogy vannak. Ugye pont ezért érdekes ez a téma, mert megosztom. Pasi így gondolja, nő így gondolja, Pasi máshogy gondolja, mint én, nő úgy gondolja, hogy te. Sokan azt mondják, hogy igenis egy férfinak kötelező 4-5 órán keresztül a nő mellett menni és biztosítani a támogatást.
Én azt gondolom, hogy egy nő felszabadul egyedül. De a családodnak is veszi, érted? Az édes anyádnak vesz karácsonyi ajándékot, ő cipelje. Az milyen, amikor egy órán keresztül válogatnak, és fölpróbál két fölsőt, és azt hiszed, hogy megvan, és nagyon próbálod az egyikre rábeszélni, és nagyon örülsz, és már nézed a kiáratot, és már jó. Fél szemmel fürkészed a pénztárat, hogy mennyien vannak, majd azt mondja, hogy inkább egyiket se veszem meg, és tudod, és rászorítasz a ruhafogásra. Amit férfi nem akar hallani, két óra vásárlás után mi az a mondat? Kicsim, ide még benézek. Megvan? Ismeritek ezt a mondatot? Persze, csak ide még bemész vele, megnézed. És állsz, és nem akarod elhinni. De figyelj, négy és fél órás vásárlás után a töködről is folyik a víz, és azt mondja, te szeretett feleséged, barátnőt, hogy ide még benézek. Egy perc, és itt vagyok. Hmm. És már nem mész utána. Csak így állsz a bejárat előtt. Nézed, hogy lepereg az életed, és kiutat keresel ebből a szörnyű dologból, hogy négy órája vásárolsz. De nézd a dolognak a jó oldalát. Olyan sokáig nézegeti, olyan sokáig viseli, olyan sokáig próbálgatja azt a ruhadarabot, hogy egy kicsit már úgy érzi, mintha az övé lenne. És onnantól kezdve már minek vegyek. Így van. Elhiszed, hogy a nők 60%-ának azok az örömet, hogy nem akarja megvenni, csak belebújhat. Megnézi magát, tetszik neki, kicsit kielégül, van egy ilyen villámkielégülés, és egy csomószor nem is akarják megvenni. És amikor ugye te pasiként ott állsz, és ezt látod, és tudod, hogy nincs valódi vásárlási szendék, csak hogy most próbál, szerintem azért az embert próbáló. Tehát legyetek őszintén, azért az nagyon durva tud lenni. Nem? Mit mondasz, kis csaj? Ott is csak látod a szeretetet. Te rohadt papucs, te. Na nézzük egy-két SMS-t, mert rengeteg hallgatói hozzászólás érkezett. Tényleg hihetetlen sok, és hát mindenki máshogy gondolja. Pont ezért beszélünk erről, és abszolút megosztó a téma. Na akkor vágtam fel az ereimet, amikor 4 óra vásárlás után a kávéautomata előtt 25 percig tűnődött, hogy extra cukrot kérjene. Cukrot kérjene, írja egy hallgató. Zokni vásárlás, körülbelül 1 óra volt, két fekete zokni közül választott a barátnőm, mind a kettő 2200 forintba került. Jani, ezt te vagy egyébként. Írt a Norbi. Két azonos zokni, két azonos árkategória, ugyanaz a gyártó, fél óra hezitálás. Tös igaza van egyet. Mondjuk én nem voltam, mondtam, nem tudom, hogy milyen arányban voltak benne műszálas és természetes anyagok, de tökéletesen megértem egyébként, és valószínűleg ő is megért engem, hiszen rengeteg billenő kapcsolós hosszabbító, illetve elosztó kontakt. Belecselet könnyű, igen. Balázs, abszolút nem értelek, nem tartom magam papucsnak, de én úgy gondolom, hogy a mindennapi hajtás után gyerek háztartás meg kell adni a támogatást neki, és segíteni a választásban, illetve a vásárlásban. Ebben egyébként van igazság. Igazad van, Viki. Nálunk a rekord két táska között 45 perc, aztán a baridnőkkel járt vásárolni a nejem. Hajrá Balázs, ne törődj a két sráccal. Vásárlás, kérdezi egy hallgató. Ha elmész, folyton azt hallod, veled nem lehet ilyen helyre menni. Ha azt mondod, menjen csak nélküled, arra se vagy képes, hogy elkísérj, így a Goszti. Nagy igazság, egyébként tényleg így van. Pár napja 4 órát kellett ruhákat és cipőket próbálgatnom, szakadt rólam a víz, úgy néztem ki a próbafülkében, mint egy szabadnapos pingvin, és a végén közölte a nejem, hogy lehetek ilyen türelmetlen, hogy nincs kedvem még bemenni a női cipőboltba. Szerintem a nők betegek, így a Csaba. Valószínű kicsit megcsömörlött. Az én exem kétszer járatta végig nyáron 40 fokban azt a bizonyos piacot, ami szerencsére bezárt az idén. Az első kör csak a felmérés volt, hogy mihol olcsóbb vagy jobb. A második körnél indult a vásárlás. Itt na, ott már nem volt őszinte a mosolyom, gondos írja Peti. Asszony. Na, gondos igen. Asszony, és csak szólok Peti, hogy még nyitva van. Tehát tudtok menni még egy kört. Igen. Na baszki Feri, te még nem voltál a turiba az asszonnyal? Ott sírnál egy sarokban. Ezek vadállatok. A kedvenc harc ehhez képest óvoda. Ott légy türelemmel, írja egy hallgató. Feri, ez a világ legszebb szerelmi vallomása. Fél Magyarország most hozzád akar menni. Írja egy hallgató. De csak a férfiak. Igen. Mert elintézem a bevásárlást. Igen, remek csajnak gondolnak, igen. Sziasztok, eddig minden évben együtt vásároltunk, idén csak egyedül mentem, és sokkal jobb volt, és nyugodtabb voltam, írja Erika. Hát ott van ebben igazság, hogy kevésbé tudjuk őket frusztrálni. Mi megbeszéltük a feleségemmel, hogy elmegy vásárolni busszal, és amikor a pénztárhoz ér, telefonál, és érte megyek, írja András. Azóta is ott várok, aztán. Igen. Ha megkülönbség a tört fehér és az ekrüszín között, akkor majd elmegyek velük vásárolni, addig nem, írja egy lányhallgatónk. Ez egy érdekes felvetés. Jó, mondjuk egyébként a padlizsán, ez tényleg egy zöldség, az nem egy szín. Azt mondja, na, ezt mondjuk nem ért. Na, tört fehér ekrű, tessék. Én ezt nem tudom, viszont a krémszínű és a bézs között mi a különbség? Mert én volt, hogy két olyan billenőkapcsolós hosszabbítót láttam, ami közel az egyikre az volt írva, hogy beige, a másikra pedig az, hogy akkor most melyik? Melyik mi? Az különböző? Van abban is különbség, igen, a tört fehér és az ekrű között is van, igen. Uh-huh. Tehát a tört fehér az a tört fehér, tudjuk milyen, az ekrű az pedig az kicsit az a tojásos színű, ilyen kicsit aranyos tört fehér, az az ekrű egyébként. Ekrű? Igen. Ekrű.
Megint tanultam egy új szót. És a beige? A Jusk után. Ehhez képest a beige? A beige az hol helyezkedik el? Jani a Houndenben. Elnézést, egy beige felső nincs ebből? Elnézést, egy feketét meg egy beigét kérdik. Ha egyszer bemegyek a Jizzbe és megkérdezhetem végre, hogy elnézést, ebből ugyanebből beige színű van, vagy csak krép? Igen. A legjobb megoldás Balé és Feri vitájára, a férfi egy bárban ülve telepatikus úton sugallja és segíti párját a legjobb döntés meghozatalában. Puszi nektek, Éva. De tényleg az angolok nem hülyék ezzel a férfi sarokkal minden egyes komolyabb világmárkánál, meg nagy áruházban, nem? Mulatják az időt, szivaroznak, ülnek, állnak. Ahol vehetsz szivart, vehetsz a kávét, és vehetsz újságot is. Igen. Tehát egy plusz bőr a kedves vásárlóról. De tényleg jól csinálják, nagyon sok ilyen férfi sarok van, tök ügyesek egyébként, ez jó lenne, és átszivárognak. Balázsnak igaza van, a nejem megfog 20 darab pulóvert, kicsomagoltatja, én már szólok az eladóknak, hogy ne vegyenek elő többet, úgyse vesz meg egyet se. Itt van egy nagyon jó SMS. Vásárlás közben mondom a nejemnek, elmegyek mosdóba, beültem a moziba megnézni a Gladiátort, nem rövid, amikor visszamentem, 9 boltot haladt már, és csak annyit mondott, ide még bekukkantok. Azért egy mennyi Gladiátor, 2-2.5 óra? De milyen leleményes, hogy eltűnt moziban. Az én uram segít választani, sőt, nyakig beletúr a ruhákba, és megtalálja nekem a jót. Így könnyű, nem tart sokáig, írja Anita. Na látod? Azért vannak itt segítőkész férfiak. A saját helyes érdekében teszi valószínűleg. Igen, egyébként tényleg. Szerintem itt a segítség az majd én odaszaladok. Nem, majd én visszateszem. Hagyjad. Milyen színű fölső legyen? Hozom. Vedd föl, kérlek, hozom. Hoztam a melletelő képméretből is. Hát, ha azok lesznek a jók. Igen, egy-két reményvesztett SMS. Megnéz 50 cipőt, és megveszi az elsőt. Írja egy hallgatott. Nagyon tipikus. Nálunk egy öblítő kerül 20 percbe. Szép napot, András. De tényleg, tehát azért azt nem mondd, hogy könnyen végigállott, mikor ott áll két öblítőnél, és már tényleg mennél. És azt mondod, hogy kicsit válogass. A stifteket válogatod. Persze, meg egy öblítővásárláson is van rengeteg szempont. Érted? Árérték, arány, illat. Igen. Feri, téged klónozni kéne, ne hallgass a nagyfejű, írja Nóci. Látod? Tessék. Nem, hát vannak ilyen pasik is, én ezt nem mondom, helyes. De ezt nem egy nő írta? Nóci írta. Nem lenne jó, mert ha a Ferit klónoznánk, akkor idő után a harckocsi vezetőket importálni kellene, de viszont nagyon jók lenni kosár. Igen. Na jól van. Hát azért ez egy megosztó téma, látszik az SMS-ekből, hogy sok-sok férfi barátkozik az öngyilkossággal, amikor a párja vásárolni indul. De hát nyilván a nők sem mennek le a garázsba, amit a barkácsolni vagy autót szerelni, nem? Nem, ahogy te se. Gyárts még kifogásokat, jó, igazad van, én sem megyek barkácsolni, de hogy sok pasi nem várja ezt el a barátnőjétől, hogy menjen, mit tudom én, téli gumit feltetetni. Tehát nálunk a Viki vásárol, én meg tegnap kötelező szervizre vittem az autóját, mert azt gondolom, hogy azt egy pasinak meg viszont tudni kell elérni. Igazi jöttél haza. Igazi úr. Hát tényleg. Elvezettél odáig. Ha oda mentél, beadtad és kihoztad az autót, tényleg marha nagy meló volt. Te a bal herémet, te pedig a jobb herémet kaphatod be. Akkor is hiába herézel. Hát, nyugi, ott csempe vagyok. Szerintem hiába herézel. Nem járná rosszul, elég, ha csak abból az akkurátosságból indulok ki, vagy két billenő kapcsolós hosszabbítót, illetve. De miért most rosszat mondok? Szerintem, ha egy nő menjen el vásárolni, menjen. De egy palinak a feladata föltetetni a téli gumit, a palinak szerint kell fejbe tartani, hogy mit tudom, hogy lejárt a kötelező szerviz, el kell vinni kötelező szervize, mert 50 ezernél van az autó, az nem egy nő feladata. Igenis, ott kell egy pali. De 6 óráig állni egy mangóboltba, nem a palinak a feladata. Hát most nem? Ahogy fogcsikorga, már látom magam, mert hogy fogcsikorgatva elvezetsz kedvenc helyeden az autódban, A-ból B-be, és azt mondja, jó, oké, akkor én elviszem az autóra, és feltetettem a téli gumit. Hát egy király, nem kell mennem vásárolni. Na, de, hát de ez a jó leosztás. Feltetett, tegnap kötelező szervizre vittem. Mondtam, drágám, ez az én feladatom, kiégett az izzót. Látom, indultál volna. Csit. Nem mozdulj. Igen. Ne öltözködj, lagd a kocsi kulcsot. Elvittem, letárgyaltam, kifizettem, és jött haza. A letárgyalás az mi? Hoztam a kötelező szervizre, jó. Jó. Álljon a kettesre. Mondta, hogy féktárcsa. Mondtam, hogy adjuk, ne nézzetek hülyének, 40 ezernél még nem kell féktárcsa. Fékbetét. Oké, rendben van, azt cseréljük ki az elsőt, igen, a hátsót nem. Hát a Vikit nyilván meg azt mondták, hogy fékbetét, féktárcsa, mit tudom, és stb. Egy csomó minden. Egyébként korrektek voltak. Nagyon. Hazahoztam a Vikit, és ott állt az autója leszervizelve. Frisségükkel. Na? Most puhább vagyok, mint király? Aki 6 óráig áll a Houndenbe, hát a tökéről is folyik a víz, és azt mondja, hogy menjünk kicsi még a 7. boltba. Szerintem puhább, igen.
Jó, ez is kemény meló, hát hármat kérdeztél, kettőt mondtál, tehát hogy azért ebbe is le lehet izzadni. És volt férfi sarok? Két kör téligumi és a szerviz. Bevittem, ott hagytam, aztán érte mentem. Mindegy, mit tudtok ti erről. Hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Neki esünk, csajok? Mehetünk? Persze, hajrá! Hajrá, te ő is! Így van, hajrá, Herkules! Halló, Pali, jó reggelt! Már ahhoz képest, hogy kiadod egy Pali kell ehhez, izotelléhez, téligumihoz, hát itt a Pali, tessék, itt vagyok. Jó reggelt, sziasztok! Hello, jó Pali. Reggelt! Palikám, itt közben komoly dolgokkal is foglalkozunk. Küldtél SMS-t a 13.53-ra? Így igaz. Küldtél tényleg? Bocsánat, még a levegőt veszek, igen. Jó, ugye segítünk, és mindenkit arra kérünk, hogy 13.53-ra küldjön egy SMS számot. Tavaly a Klassz FM, a Morning Show hallgatói 15 millió forintot gyűjtöttek össze az ökumenikus segélyszervezetnek. Szeretnénk, ha mindenki legalább egyet küldene. Jó, tedd meg te is. Megteszem. Okay. Ha még eddig nem tettem, de megteszem még egyszer. Jó, 250 forint. Így van, karácsonyunk. Kis pénz ez, ugye vannak, aki megteheti, viszont sok-sok millió jön belőle össze. Milyenek a kérdések, Jani? Hát most, hogy még egy SMS-t fog küldeni az ökumenikusoknak, átírom őket, azt mondja, milyen nap van? Szabadságról visszajövős, odavágós? Vagy... Kedd, akkor ez Belgium, nem? Kedd van. Az. Hát, ahogy mondod. Igen. Könnyű kérdések, át fogunk rajtuk szerintem hasítani. Jó, na nézzük, így szól az első. Dedikált nyakbakasztóért. Ki vezette az 1514-es magyar paraszt felkelést? 1514 Dózsa. Így is van. Igen. Mehetünk tovább? Menjünk. Így szól a második kérdés, dedikált Klassz FM-es Szatyorért. Melyik ország Forma 1-es nagydíját rendezik Interlagosban? Forma 1. Eszemiszom, Brazília. Nagyon jó vagy. Eszemiszom. Így van. Az hogy jön ide az eszemiszom? Mindennapi betelő. Mehetünk tovább? Hát, miről szól? Egy előjátékot, hogy mi a harmadik kérdés? A fogaidról. A fogaidról. A fogaim. Egy, kettő, megvan mind, jó, lehet mondani. Így szól a harmadik kérdés dedikált sapkáért. Hány kisörlő foga van egy egészséges felnőtt embernek? Azt mondja, hogy lent kettő, hátul, fönt kettő, én szerintem négy. Nem, nyolc. Négy lent. Várjál. Négy, jó, hát nyolc, így van. Jó, egy bum. Jó, gyorsan. Jó, mikor mondjam, bármikor? Amikor akarod. Jó. Indulnak az ajándékcsomagok, tiki, taki, tessék. Bum! Na minden segít. De szép íve van. Milyen kis hegyke bum volt ez. Nálam sajnos semmi. Elült. Hát ez a néma csend, ez eléggé vészjósló. Mi lányok empatikusak vagyunk. Nálam igen! Na. Nem jelez. Ilyenkor mindig villog, bum-bum, ilyen pesgő robban, meg csillagok, semmi. De semmi. Nem ad. Sajnos. Pali, nagyon sajnáljuk. Hát így jártam. Köszi, Pali. Kellemes ünnepeket. Meghitt békés szeretetteljes karácsony. Viszont. Így legyen. Ciao. A nevek nevében is. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 13.53 az SMS szám, 250 forinttal segít. Mindenki, szeretnénk a 15 millió forintot meghaladni. Gyűjtünk, segítünk, nekünk higgyetek, jó helyre megy. Minden bennünket szerető, minket hallgató embert szeretnénk arra megkérni, hogy most mindenki egy nagy családként mozduljon. Elő a telefont, egy SMS. Jó, holnap mondjuk, hogy mennyit sikerül gyűjteni. Tényleg jó helyre megy, aki tud. Többször is, akinek lehetősége van minimum egyszer, de segítsen. Jó? 13.53, ezt kell elküldeni bármelyik mobiltelefonról. 4 perccel elmúlt, 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra, 18 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani, hello Feri. Hello. Sziasztok. Hello jó drága reggel. Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Egy hét múlva ilyenkor már mindenki szépen a családja körében. Ugye sose tudom, hogy ledolgoztuk, tehát 24 már nem munkanap, ugye? Nem, mert most dolgozzuk szombaton. Igen, tehát mi nem, hál' Isten, de hogy már senki nem. Tehát mindenki szerencsés, 24-én otthon lehet. Ugye egy hét múlva ilyenkor néhány óra is itt a Szenteste. Nem, ilyenkor még valahol áldogálok és nézegetem, hogy a kettő közül melyiket vegyem meg. De két ugyanolyan... Igen, de két ugyanolyan gyártmány, ugyanolyan típusú, ugyanolyan áru hosszabbító közül. Azt tett hozzá mindig. Soha nem lehet tudni. A selejt, ördöge, nem az.
Hidd el, az élet mindig arra akar megtanítani ilyenkor, hogy fél óra válogatás után a rosszabbat viszed haza, ami otthon nem működik, ebben látni kell jeleket. Uh-huh. Az élet pedig sugallja, hogy dönts bátrabban, dönts gyorsan. Ugyanis fél óra válogatás után nincs olyan, hogy te rosszabbat viszed haza, ha csak nem az élet tényleg azt akarja sugallni, hogy merj gyorsabban dönteni. Ne hezitálj ennyit. Az élet ehhez rövid, hogy két ugyanolyan hosszabbítónál álljál fél órát. Nyújj bele, vedd ki, és most nyilván, ha 600 főnt meg 1500 főnt között, akkor igen, de két azonos áru között már tényleg ne. Légy bátor, és hidd el, hogy az élet meghálálja. Hazaviszed, és az a hosszabbító működni fog. Továbbra is ott állsz fél órát, megint olyat fogsz pont belenyúlni. Úgyis amennyire vizionálod, hogy félsz, hogy rosszat viszel haza, azzal azt teremted meg, hogy valószínű azt az egyet fogod kivenni, ami biztos, hogy nem működik, ahogy lásd, megtörtént. Hazavitted a rosszat, fél óra vacillálás után a hosszabbítóval, és nem működött, érted? Akkor nem lesz rossz, ha elengeded ezt a fajta dolgot. És belenyúlsz, kiveszed, nem foglalkozol vele. Miért működik az emberek 99%-ának az a hosszabbító, amire rányúlnak? Mert nem félnek attól, hogy nem fog működni. Hidd el, hogy így van. Nem akarlak megtörni, nagyon szép a lendület nála, akkor sem működne. De tudom. Képes vagy rá, én ezt ki tudom hozni belőle. Akkor azt mondanám, hogy azért nem működött, mert elkapkodtam. Igen, ha a fenér álltam csak fél órát, igen. Hidd el, hogy az élet minden pillanatában, minden másodpercében mindennel tanít. Még egy rosszul működő hosszabbítóval is. Hát téged nem, mert el sem ész vásárolni. De, hogy nem, hát vásárolok én is, meg járok. Csak mindenki máshogy nyilván, de hogy nem, megyek én. Gyerekkel, gyerek nélkül mindenhogy. M43-as Makó felüli végén helyszínen megtorlódás nincs, és rekülte nekünk, valamint Kaposváron a Kuba Sándor utcában fehér Skoda Fábiából szintén mérnek, ezt Zoli küldte nekünk. Aztán, sziasztok, elég csak felhívni a 1353-as számot, és egy automata rendszer meg is köszöni a hívásodat. Ezt Zoltán küldte nekünk, igen, ez valóban így van. Így van, akár felhívjátok, akár pedig küldötök egy SMS-t 1353-as számra. Egyes telefonokon, például a miénken, a kis koreaiakén, illetve a nagy amerikaiakén is, hogyha egy felkiáltó jelet beleraktok még, vagy egy A betűt beleraktok még, akkor az SMS nagyon könnyen el tudjátok küldeni, de ha ez nem megy, akkor nyugodtan hívhatjátok is ezt a bizonyos számot, és 250 forinttal támogatjátok az ökumenikus segélyszervezetet. Így van, csak amíg Feri pötyög, mondom, hogy miről is szól, ugye korra reggel beszéltünk megint Kokóval. Megint pötyögsz, Feri, hát én. Korra reggel beszéltünk Kokóval, tavaly a Klassz FM hallgatói, a Morning Show hallgatói 15 millió forinttal segítették ezt a segélyszervezetet. Ugye itt nem csak arról van szó, klasszikus értelemben is, csak az idézőles, hogy ajándékcsomókat kiosztanak karácsonykor, és vége. Egész évben működik a segélyszervezet, nagyon-nagyon jó helyre megy ez a 250 forint, ételt osztanak évente családok tízezreinek, éhező embereknek, éhező gyerekeknek, ami mindig ugye szívszorongató. 500 ezer ember kap a segélyszervezettől élelmiszer tartalmazó csomagokat. Évente 150 családnak tudnak menedéket nyújtani, együttmaradásra, tovább lépésre lehetőséget adni. És ugye esélyt is adnak, és ezért nagyon fontos, valódi kitörési pontokat a szegénységből, tehát állásukat elvesztett családfenntartóknak segítenek a munkakeresésben, az önálló életre való felkészülésben, a munka megtalálásában, ha segítenek a családfőnek, segítenek a családnak, segítenek a gyereknek. Tényleg nagyon jó helyre megy. Ha valaki bajban volt mindez idáig, hogy kinek adjon, bízik az alapítványok munkájában, nem bízik, bizalmatlan, akkor most higgy el, hogy mi tényleg olyan helyre állunk, ahol jó helyre megy, olyannak segítünk, akiről tudjuk, és ez tényleg jó helyre megy. 250 forint nem sok. Ha valaki többször tudja elköldeni, akkor tegye meg, mi most minden hallgatónkat arra kérünk, hogy segítsen. Jó? Mondjuk holnap, hogy mennyit sikerült általatok összegyűjteni. Kipróbálom a hívást. A hívást? A hívás is működik egyébként, az előbb próbáltam, jó? Tényleg? Igen, igen. Hogy 250 forinttal támogatta az ökumenikus. De jó, ennyi. Igen. És üzenetet küldesz, akkor válasz üzenetet is küld. Az ember nem is gondolná, ugye, vagy sokan talán úgy gondolkodhatnak, hogy ám, hogy 250 forint, persze mi a fenét jelent, nem sokat nyilván. De a sok kicsi 250 forintból majd egyszer csak 10 vagy 15 millió forint lesz. Reményeink szerint tavaly ennyit sikerült összegyűjteni, az viszont meg már nagyon sok. No. És gyerek is van a dologban, vagy gyermekek is vannak, ez szerintem minden szülőt érzékenyen érint. Bizony, az, hogy nem kapnak ajándékok, az is nagyon szomorú, de hogy vannak olyan gyerekek, akik mondjuk két vagy három naponta tudnak ételhez jutni, rajtuk is segít ez az alapítvány, ez a szervezet, úgyhogy tényleg arra kérem mindenkit, hogy segítsen. Mondja, Jani, mit akartál mondani? Azt akartam mondani, hogy ha már 10 ember küld el 250 forintot, az például egy nehéz sorsú gyermeknek az iskolába jutását egy bérlettel támogatja, mert hogy egyébként az ökumenikus segélyszolgálat alapvetően a megoldást keresi. Nem pénzt küldenek sok esetben, hanem elküldik azt a bizonyos tárgyat, azt a bizonyos eszközt, ami
arra kell annak a családnak, hogy kicsit jobban menjen az életük. Igen. Jó, holnap pedig hívjuk okot, hogy mennyi gyűlt össze. Szeretnénk rátok, meg a hallgatóinkra, a Class FM Morning Show hallgatóira büszkék lenni. És a híreteket vinni, hogy, hogy ennyit gyűjtött össze a Class FM és a Morning Show. Na, gyerekek, hát van valaki, aki... Hát, aki rohadjon. De jó, hogy nem én mondtam. Igen, aki melegben van, napozik, már szerintem nem is Bangkokban, hanem éppen Kopangán, Szamui mellett. Nem is Józan. Igen, bár nagyon sok... Vagy talán ma még, igen. Vinyeséket ivott, és tájlányokkal masszíroztatta magát. És hát nem többet, mint egy 4 hetet, 5 hetet így kiütött ebből az ónos eső decemberből, januárból, ő már Tájföldön van. De milyen igaza van, nem? Így van, mert még 1 hetet hozzátett, így nincsen ugyan jegye visszafelé repülőre, de már. Igen. De egy picit tovább maradhat. Meg tudod, általában úgy van, hogy 1 hónap Tájföld, abból 3 napot mindig kell le kell vonni a nemi beteg gondozó miatt. Azért az 1 hónap mínusz 3 nap, azok a piros pöttyök, nagyon makacs pöttyök nehezen múlnak azok el. Azok a csúnya kelése. Igen. Na, fölhívjuk Tájföldön Kassa Tibit. Hát itt vagyok. 32 fok árnyékban, kék ég, pálmafák, tűzforró lányok és jéghideg koktélok. Egy kis séta a fehér homokos tengerparton, aztán csobbanás a hűsítő habokban. Hát, így telnek mostanában napjaim, de elég belőlem. Veletek mi van? Tibi! Tibi! Kakasza Tibi, kakasza Tibi, mamamama. Na, mi van, te rohadék? Figyeljük, azt hallottam, hogy nagyon hiányzom. Persze, igen. Körbenéztem, láttam, hogy nem ülsz itt, és egyszerűen a hideg kezdett rázni, hogy hol vagy, kicsi Tibim? Merre vagy, jól nagyon vagy-e? Rossz, nagyon rossz az élet egyébként, amióta én nem vagyok így, nagyon más. Hát, figyelj, igen, üres a város, üres az ország, Tibi. Igen, valahogy egyfajta ilyen űrtátunk, egyfajta masszív hiányérzet van rajtunk, igen. Na milyen, nagyon rossz, nagyon 32 fok, nagyon durva? Én jelen pillanatban ebben a Hadrian öbölben vagyok, ugye, ahol a Full Moon Party lesz egyébként ma este, és hát embertelen meleg van, minden barom jó, tehát nagyon kék a tenger, nagyon szép minden, ilyen brutál tele van mostán fiatalokkal, mert ugye jöttek az esti bulira. Az volt a tervem egyébként, hogy egy jetskiről jelentkezek be, és nagyon arcoskodok, csak nagyon nagy szél van, úgyhogy azt aztán nem hallottátok volna, pedig az volt a terv, hogy időnként ráhúzok egyet, ott is tartoskodok egy jetskin, de azt most jelengettem, hogy halljatok. De egyébként az is kamu volt engem, hogy riogattatok ezzel a tüntetéssel. Gyakorlatilag abszolút nem láttunk belőle semmit. Én beszéltem helyiekkel, és azt mondták, hogy amikor én megérkeztem, akkor gyakorlatilag az a 100 000 ember mind hazavonult, mert akkor rájöttek, hogy, hogy az eddigi problémáik eltörkültek ahhoz képest, hogy én most már a szigeten vagyok. Úgyhogy, Mennyit voltatok Bangkokban? Hány napot? 3-at? Sikerült eltölteni kint? Igen, 3 nap volt, próbáltam levenni szájjal sok illőt pingpongot. Úgyhogy az abban elég jó volt, Hát figyelj, továbbra is azt mondom, hogy Bangkokban ennyi gyönyörű nőt, ekkora Ádám csutkával még én életemben nem láttam. A legszebbek egyébként, és nagyon rutinosnak kell lenni, hogy fölismerd őket, hogy hol van a csapda. Ádám csutka valamint lábméret, másból nagyon nem tudod megfogni őket, hihetetlen szépek. De reméljük, hogy egy hosszú mély csók után tűnt fel, hogy Ádám csutkájuk van. Figyelj, oda mentem, és egy nagyon hosszú csókcsata után azt mondtam, hogy figyelj, tehát, hogy ez csak ő kell és senki más. Amikor eljött velem a fiú WC-re, így van. Figyelj, Tibi, csak hogy némi kulturális vonatkozás is legyen a dolognak, csak hogy hova vitted a párodat? Királyi palota, megnézitek a nagy fekvő 40 méter, közel 40 méteres Buddha szobrot, hajóztatok-e a Bangkok folyóján, láttátok-e az úszópiacot, egy-két ilyen turisztikai élmény, csak azok kedvéért, akik nem voltak még. Ezek tényleg jók szerintem, meg szépek. Elmentünk az úszópiacra, ugye, ami Bangkoktól egy ilyen óra, másfél órányira van. Te nekem 40 percet mondtál, úgyhogy én egy kicsit reménykedve ültem be a taxiba, az egy kicsit csalódott volt, amikor tudtam, hogyha megmondom a másfél órát, nem mész el. Szerettem volna, hogy kulturális egy kicsit előbbre lendüljél, azért mondtam 40 percet. Figyelj, hogyha tudtam volna, hogy másfél óra, olyat szarok bele, csak hogy te mondtad, hogy 40 perc, azért ültem be a kocsiba. És hogyha mikor már egy 50 percet mentünk, kérdeztem a taxis, hogy emberem, mert nekem legjobb spanom mondta, hogy 40 perc, ha ott kéne lenni engem valami kerülő úton hozó, mondta, hogy még erre dobjak rá akkor egy picit, mondtam, rohadj meg. Igen, ez egy 80 kilométeres út egyébként Bangkoktól a Rajaburi tartomány. Nagyon szép rész egyébként, sokat voltam ott, de nem, te túlélted, nem? De baromi hangulatos volt, tehát körbe mentünk ott a hajóval, és gyakorlatilag ott ugye a vízen zajlik az árusítás, tehát ott ilyen csónakokban be vannak pakolva, ilyen hosszú hajókba be vannak pakolva a gyümölcsök, az ételek, a különböző áruk, és onnan szépen ott lehet alkudozni, ott körbe visznek téged. Fél jó pofa, még a pingpong sót még nem tudta lenyomni azért az én fejemben. Nem rossz.
De hogy vártam, hogy valaki egy pingpongot, hogy meglő azért, hogy megdurrant. Tehát, hogy csodálkoztam, hogy egy ilyen mobil pingpong show, egy ilyen hajón nem jött arra, azért picit csalódott voltam. A királyi palota tetszett a párodnak? Borzasztóan tetszett neki, 100 000 ember állt a körül, senki nem akart elvinni minket, tehát az elmeséléseim alapján nagyon szereti, de nem volt ott. Aha, de, nem, de nem vitted el. Nem, rohadtul leszartam, mondtam, hogy ígyunk valamit. Isten, a világ egyik legnagyobb fekvő buthaszobra van ott aranyozottan, és nem viszed el megmutatni, hát azért... Ez... Ne, a viccet félretéve tényleg az, hogy az van úgy körülvéve, hogy egyébként csak vízen közelíthető, meg úgyhogy azt mondtam, hogy a végén, amikor, illetve azt hazudtam a páromnak, hogy a végén, amikor már megyünk hazafelé, majd akkor a hát, ha már így megnyugszanak kedélyek, és akkor oda fogunk tudni menni, sírt egy picit, utána megvertem, és megnyugodott. Ja, meg hát szimpatikus. Meg hát ugye naposztok eleget együtt, úgyhogy lát éppen elégszer fekvő buthát. Így van, szemét. Viszont egy embertelen szép kis házat, egy kettőt tudtam kibérelni a tengerparton, nagyon olcsón, és gyakorlatilag egy-egyben a tengerbe lóg bele a ház, csak azt elfelejtették mondani, hogy a házhoz béreltem két kis macskát, meg egy kutyát is, és arra keltem gyakorlatilag, hogy három ilyen nagyon-nagyon reménykedő szemű kis jószág várta tőlem a reggelit, úgyhogy egy kicsit nyakamba vettem egy ilyen kötelességcsomagot, úgy látom. Figyelj, de csak úgy minden évben, amikor először kifeküdtél, akkor a tájok vizes lepedőt tettek rád, nem? És lagot tettek azon a szádba, hogy hűtsenek. Igen, azonnal próbáltak vissza, hárman, négyen próbálnak ilyenkor visszatibálni a vízbe, hogy te jó ég, ezt partra vetette a víz, te jó ég. Igen, vigyétek, slagot a szájába, hátra túlél, és slagot a szájába. Tényleg olyan, mintha beszélne, tényleg, igaz a legenda. Te rohadékok vagytok, szemetek. Na, és hát de tényleg embertelen. Igen, azt tényleg embertelen, és ma lesz a full moon, tegnap voltam egy buliban, ami azért nem tetszett, mert az elég erőteljesen ilyen hogy is mondjam, ilyen pirula orientáltnak tűnt az én szememben, tehát hogy ott én olyan embert nem láttam, akit nem tudtam volna összezavarni azzal a kérdéssel, hogy hívják, de az nem volt jó, viszont ma este lesz az a bizonyos full moon party, abban az öbölben, ahol ebben a pillanatban is vagyok, úgyhogy itt most egy 60-70 ezer fiatal fog szimbolikusan megérkezni, és nagyon csúnyán szétcsapják magukat hajnalig, úgyhogy. És mondom, ebben a pillanatban meg egy gyönyörű olyan, mint hogyha nem tudom, a mesefilmben egy ilyen gyönyörű kék tenger, jobbra-balra cikáznak rajta a jetski, úgyhogy tehát egy ilyen tényleg ilyen brutális látvány. Uh-huh. Puzsér Robival találkoztál már? Tényleg. Nagyon félnek, nagyon tartanak a helyiek a Robi érkezésétől, több emberrel beszélgettem egyébként, mert mindjárt próbálok is valakit nektek megszólalni, mert pont az előbb beszélgettem valakivel, aki ebben a témában kicsit jobban otthon van, megvárom, hogy visszajön. De igen, az ő érkezését egy kicsit tartanak, várjál, pillanat. Csak van, aki... Sorry. Hát erre kívánc. Halló. 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 Szabadik há. Kopunk há. De cuki. Igen. Ő kicsoda, Tibi? Az új barátnője. ő a masszőröd? Egy pincérnek adtam oda a telefont, most nagyon röhög. Nem annyira, mennyire tudod hasznos információkat adni a Robiról? Nagyon, azt mondod, hogy szabadik. Nagyon. Sokat mesélt arról a kultúrára, felkeltette az érdeklődésünket, mindenképpen menni fog. Ugye ez alapján már jönnél, nem? Mondjuk én, ha a Lurdiba megyek, akkor is kb. Ilyeneket hallok tájú. Igen, Jani, te is. Viszont Balázs, nagyon készülök egyébként, most egy picit mind a hármótok életét élem egyébként, most azt találtam ki, hogy most azt nyomom, ugye hát a Feri életéből, amit magamévá tettem, azt nyomom, tehát gyakorlatilag józan nem nagyon vagyok soha. Tehát Feri büszke vagy rám? Nagyon. Már régen is az voltam, de most nagyon. De ez mit jelent, hogy mind a hármunk életet éled, hogy magas vagy, menő és most gyors az emésztésed? Nem, most mondom, tehát rengeteget iszom, egy picikét belekóstoltam a vegetariánizmusba is, és akkor itt azt éreztem, hogy most az a tárán, és rendeltem egy adag valami, nem tudom, ilyen grillezett valami spenótot, embertelen finom volt, lezártam az étkezést, és azt mondtam, hogy most tényleg ezt, hogy rá tudnék lépni arra, hogy vega legyek, csak mivel úgy éreztem, hogy még tudnék egy picit tenni, ezért egy orbitális méretű sültsirkét még utána küldtem, és így lett jó. Ja, de most, jó, most jöjjön az érészem, igen, kíváncsi vagyok, ja, igen. Nagyon várom. Ja, és a Balázs része is megvan, hogy csak nagy címletekben veszek fel a pénzt a bankautomatából. Rohadjál meg, kassa. Nem, de most azt akarom tolni, hogy egy 20 perc múlva, most vagy nem tudom, 10 perc múlva mindjárt kikavarodok a partra, és nyomják ezt a
tengerben ezt a játékot, amit, hogy ez ami a vízsugár tart fönn, és azzal is fölemelkedsz. Nem tudom, mi a neve pontosan ennek. Tudom, ami jetskire kötnek, és... Jetskire kötnek, és akkor fölmész 4-5-6-8 méter magasra, amennyire ügyes vagy, és ilyen vízsugáron egyensúlyoz, vagy gyakorlatilag repülsz. Igen, és azt mondta, miért akarod megpróbálni, vagy mit szeretnél azzal? A flyboard egyébként, hát sem, flyboard. Mert nem, csak azért, mert ezt te mondtad, hogy ki akarod baromira próbálni, és azt gondolom, hogy azzal, hogy megelőzlek, azzal picit azt érzem, hogy kvázi legyőztelek. Figyelj, küldj már képet, imádnék flyboardozni, el akartam menni már nyáron is. Ugye arról van szó, ha valaki esetleg nem tudja, hogy a jetskire rákötnek egy baromi nagy csövet, jetski húzza a gázt, és átnyomja ezen a csövön a vizet, rátkötnek, te rász egy ilyen tálcaszerű ilyen kis képződményre, és a vízsugár, mint a pesgő dugót, elkezd fölfelé nyomni. Ha ügyes vagy, akkor tényleg 10-15 méter magasra fölmész, és te adagolod a vízsugár erejét, és te tudod irányítani. Bebuksz a vízbe, hátra baromi jó. Nagyon jó. Ja, szaltóznak minden, baromi jó fotókat, meg videókat csináltam már róla, hogy tolják itt a csávók a nagyon kemény tengerbe, úgyhogy majd abból küldök neked, de akkor te is azt éreznéd egyébként, tehát hogyha mondjuk ezzel én érek föl először a magasba, én megyek föl 6-8 méterre, akkor kvázi legyőztelek, kvázi én vagyok a király, hát nekem ez presztízs kérdés, úgyhogy igen, nagyon szerettem volna én is kipróbálni. De Tibi, ahogy te fogod csinálni, az inkább arra jó, hogy lesz egy videóról, hogy hogyan ne. Igen, te leszel az elrettentő videó. Itt vagyok, itt vagyok! Mindenképp archivált, küldj már egy-két fotót, MMS nem tudok fogadni e-mailben, ha e-mailt tudsz küldeni fotóba, megnézni. Jó, baromi jók vannak. És hát ugye azért te már bulisztál velem, Balázs, ugye, ami technikailag annyit jelentett, hogy látod, hogy minden egyes 10 méteres körzetben lévő csajhoz próbálok oda menni, és majd méltóság teljesen lepattanni. Igen, tényleg így történt. Hogy most ugye egy ugyanilyen bulira készülünk, most ugye nyilván párom itt van, tehát most egy emberről egész biztosan nem fogok lepattanni, mert az ő útját én fizettem, de ugye most lesz ez a bizonyos házidőből, ez a full moon party, és én azért otthon sem bulizok igazán vállalhatóan, de itt egészen vállalhatatlan leszek, ezt meg tudom ígérni nektek ma este. Ugye ezt is archiválom majd. Jó, egy-két képet arról is küldjünk. Éjjel kettőkor én nagyon szétcsúszol, négy kézláb vászol ott a tenger felé. Robi, te vagy az? Robi, de ülökön látok, Robikám. Igen. Na jól van, érezd magad nagyon jól, ez volt az utolsó bejelentkezésed, ugye többet nem zaklatunk. Örökre? Jössz januárban, és akkor újra találkozunk, addig már nem hívunk. Jó, mi se vagyunk hatodikáig, meg te is pihenjél egy nyugodtan a rovatodnak, se árt a pihen, úgyhogy hívunk majd. Vagy hát mondd el még egy párszor, olyan jó hallani. Kicsit példát, mondd el még egy párszor, annyira jó lesz. Aztán csak óvatosan körültekintően, nehogy bemenjetek egy múzeumba. Ne. Kopangál nincs nagyon. Figyeltet, hogy vakuljak meg, hogyha múzeum környékére megyek. Jó mulatás neked. Jogos a taps és a sikai, hogy szoktad kérdezni. Timinek köszönjük szépen! Jó mulatást! Balestére! Él túl valami! Hello! Hát gyerekek! Most nehogy az a gyerete is, hogy megérdemli. Én tudjátok, hogy nem vagyok így. Megdolgozott érte, megteheti. Lehetősége van rá, menjem. Nem? De, hogy nem összelapkodta, nem összecsalta, nem összehazudtam. Tehetséges, ugye? Szeretik? Menj. Na, ennyi. Meg legalább most egyel kevesebb éhes szájat kellett etni. Igen. Hát azért mi üzennénk neki a saját dalával mindenféleképpen, jó? A 1353-on pedig nem elfelejteni, aki esetleg most hallgat minket, majd elmondjuk, hogy miért küldjön, most csak küldjön egy SMS-t a 1353-ra, és azzal segít, jó? Majd még mondjuk, hogy mit pontosan, meg kiket. Tibi egyébként mindig hallgatni szokott minket, még a bekapcsolódás után is, úgyhogy Tibi, 1353 külföldről is mehet. Küldj egyet, jó? Tibinek a saját dalával üzenünk, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A melegben van nekünk, megmaradt a hideg. Ő mosolyog, csak bárjunk minket, meg szétvett az ideg. Ráadásul nővel van, kinek elkülcse laza. Hát rohadjál meg, kasza. A kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a kasza, kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a. Kívánunk mindenked olyan bajt, miből nincs kiút, hogy lány helyett így magadévá egy nagy mellű fiút. És minden nő dönt íze legyen Ádám csutkák haga. Hát rohadjál meg, kasza. A kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a. A kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz, pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello neked is! Hello, szia! Hello, ja, sziasztok! Bocsánat, hello! Azt nézd mi... Hallod? Aha.
Betologass. Krémez már a bőrödet. Milyen fura hangotat. Na, drága hallgatói, még egy utolsó nagy rohamra szeretnénk benneteket kérni. Jó, van egy telefonszám, amit hívni is lehet, sőt, ha valakinek egyszerűbb hívja, nyugodtan nem kell SMS-t küldeni. 1353 rányom a hívás gombra, segít. Ugye nagyon sokszor mondtuk már, de mondjuk még, hogy mi mindig olyan szervezet, segélyszervezet mellé állunk oda, akiben ti is megbízhattok, és ez most is így van. Az ökumenikus segélyszervezetnek szeretnék egy kicsit segíteni. 7:30-kor ugye beszéltünk Okóval, és egész nap lehet hívni a 1353-as telefonszámot. Lehet, hogy már adakoztatok, lehet, hogy már volt segítség, de ez egyetlen egy telefon, egyetlen egy SMS. Ha tényleg valakinek egyszerűbb telefonálni, tegye meg. 1353-at kell hívni, 250 forintot jelent. Sok-sok millió forint jön ebből össze, a fejenkénti 250 forintból, és nagyon-nagyon jó helyre megy családoknak, éhező gyerekeknek, olyanoknak, akiknek nincs munkájuk, esélyt teremtenek, állásukat elvesztett családfőknek segítenek, étellel, munkalehetőséggel, lakással, 300 gyereknek rendszeres foglalkozásokkal, a szegénység okozta hátrányokkal a leküzdésében. Szóval nagyon sok mindenben segít az ökumenikus segélyszervezet. Arra szeretnénk kérni minden Morning Show hallgatót, hogy küldje el egyszer a 1353-as SMS számra bármit, nem is kell írni, csak egy felkiáltójelet, vagy hívni, ha valakinek egyszerű mobil számra 1353. Jó helyre megy. Nagyon jó helyre, tényleg segítsetek. Tavaly 15 millió forint gyűlt össze. Hát, ha megközelítjük, már jó, ha elérjük, az csodálatos, ha túlszárnyaljuk, az fantasztikus. Bármennyi jön össze, ja. Igen, a 2 millió, a 6 millió, 8 millió, nagyon-nagyon jó helyre megy. 10 óra után is lehet küldeni, egész nap lehet küldeni, nyilván utána mi már nem tudjuk mondani, de ha valaki mindez idáig nem segített, és most megnyugtatná ez a dolog, vagy szeretne segíteni, csak eddig úgy gondolod, hogy esetleg nem jó helyre megy, az most, ha elküldene egy SMS-t, vagy felhívna a 1353-at, higgyétek el, azzal segítene. Jó, sok millió hallgatónk van, ha csak az egy tizede megemeli most a telefont, és küld egyet, akkor azzal tényleg sok mindenkinek segítetek. Gyerekeknek is, ami nagyon fontos. Az ország leghatékonyabban működő segélyszervezetéről beszélünk egyébként. 1991 óta több mint 22 milliárd forint értékben nyújtottak segítséget mindenkinek, aki rászorult az országban. Így van. Jó, Csabi is mondani fogja, 1353 hívni, SMS-t küldeni, nem egy nagy összeg. Ha valaki tudja, akkor többször tegye meg, tényleg kérünk mindenkit, hogy segítsen. Na, 5 perc, a pontosan 10 óra. Telefon kézbe fog, jó? Igen? Egy nagy utolsó akkor. Jó. Mindenki, jó, egy nagy utolsó. Hívásos, kihangosítva hívásos. Van, aki hívásos, van, aki SMS. Én jó, hívásos. Akinél ott van a mobiltelefonja, fogja meg mindenki. Tényleg, 250 forint, nagy, nem ne, sok. Ne bénázzál, mert Csabi, adod, majd én elküldöm a tiedről. Jó érzés segíteni, jó helyre megy, és ezzel kicsit jobbá tehető, sok ember élete, higgyétek el, nem mondanánk, tényleg. Jó? 1353 beír, üzenetek beír 1353, üzenetbe beír egy bármilyen szövegben, nem küldi el az okostelefon, ugye? 1353, jó? Mondjuk egy felkiáltójel, aki tudja, hívja, lehet hívni is egészen nyugodtan, 1353, amikor visszaszámolunk, megnyom a hívásgomb, jó? Te hívod, Feri? Persze, én hívom. Te hívod. Már rajta Jani? Vagyok, hívjad. Így van, azt mondja. Mi azon gondolkozom, hogy hívjál, vagy írjál? Igen, mert az egyik 250, a másik meg 250. Ez nálad nagy dilemma. Hívjam, vagy írjak? Jó? Visszajött, hogy köszönjük, hogy 250 forinttal támogat az ökumenikus segélyszervezet. De ma nem munkáját. Volt visszaszámlálás, olyan vagy, mint aki szilveszterkor már beleiszik a pezsgőbe kocintás nélkül. Mi lett volna egy nagy országos kollektív visszaszámlálás? Mondom, hogy mi van, mivel a tiédek egy ilyen trampli nagy készülék. Jézus, amilyen meg szinte egy rezdülésre, a levegő rezdülésére is reagál. Ez egy ilyen, elég nagy baj az, hogy így ez egy érzékeny készülék. Csak úgy beleküldözgeti a semmibe. Mert rezdült a szellő, és megy az SMS. Drága Morning Show hallgatók, tehát telefon kézbe fog, jó? Mindenkinél, országszerte, nagyvárosok, Budapest, utca, otthon, autóban hívni, vagy SMS, jó? 3, 2, 1, küldés, hívás egyszerre. Nekem visszajött a válaszüzenet. Meg vagyunk? Király, meg. Uh-huh. Jó? Meg vagyunk. Mindenki elküldte. Meg vagyunk. Nem, mi van? Samsungéknál ez ilyen lassan? Vagy most jött még csak vissza, vagy mi van? Nem. Azt mondja, hogy ilyen gyorsan ne küldjek SMS-eket, mert nem tudják sajnos. Küldted, Csabi? Persze, hello. Elküldtem. De jó fej vagy, köszönjük üzenetbe szépen. Üzenetbe is azt írtam, 1353, szevasztok. Tök jó, helyes. Jó, holnap mondjuk, hogy mennyi jött össze, 1 billió, az is nagyon jó, ha jött, az is nagyon jó, bármennyi igazából, tényleg jó helyre megy. Ha valakinek még napközben eszébe jut, akkor nyugodtan tegye meg. Csabi, ha ezt mondjuk 5 óra alatt kétszer el tudnék mondani, akkor hálásak lennénk. Jó? Mondom. Csak a te kedvedért. Nagyon, nagyon drága. Vagy mi újság?
Várom, hogy vége legyen a műsorotoknak, mert nagyon-nagyon sok dolog van ám. Bizonyám. Na. Zajlik egy nagy játék. Ugye nagyon nagy játék van. Nem sokára átadjuk ugye most is az ajándékot. Kockahasgép. Így van. És aztán óránként 50 ezer forint értékben adunk ajándékot ma is. Mint ahogy egész héten. Plusz minden dalkérőtől meg fogom kérdezni, hogy mi lesz az újévi fogadalom. Plusz ugye keresni kell csengőhangot, ugye? A csengőhangot nagyon könnyű lesz megtalálni, ugyanis a dalok közé rejtem el. Úgyhogy ez nem lesz nehéz. De óránként lehet nagy dolgokat nyerni. 50 ezer forint értékben, ez egy nap, ez 500 000 jelent. Így van. Ugye a Klassz FM-en minden nap karácsony van mostantól kezdve egészen sokáig. Így van. Na, hívjuk a naphallgatóját, aki már a Minden nap karácsony címszó alatt ugye plusz ajándékot is nyer. Tele vagyunk ajándékokkal. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello! Hello, nem írtad alá. Hello, Miki vagyok. Miki! Szia, hello, Miki. Hol hallgatsz minket, Miki? Veszprémben. Oké, na az SMS-ed nagyon helyes volt. Azt írtad, a legtöbb nő 45 percet válogat két ajándék között. Az én feleségem 45 ezret költ két perc alatt. Hát a franc tudja, én inkább kibírnám a 45 percet. Ezzel teretél a laphallgatóján. Ilyen vészes a helyzet, tényleg? Nem. Az én feleségem az nagyon-nagyon kedves és aranyos, és nagyon szépen költ. Aha, és most már hallgatok. És ott van mellette. És ott van melletted, és nem mert más mondani, igen. Nem, a kisfiam van mellettem, a feleségem dolgozik, hogy tudjunk sokat költeni. Na, ahogy látom már az ajándékból, egy nagyon szép kis ékszer vagy ékszerutalvány lesz, ugye? Ha minden igaz, úgyhogy lehet, hogy valami kerül a fa alá. És van még egy csomó minden más is, amit nagy szeretettel adnánk neked. Jó? A Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomag mellett. Köszönöm szépen. Vettél már valamit a párodnak? Hát még nem őszintén megmondom, de már terveimben van egy-két dolog. Na, akkor ezt most hallgass meg, és akkor annyival is bejebb vagy. Jó? Szép Köszönöm. Dolgokat kapsz. Köszi, hogy minket hallgass. Ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? És még ráadásul minden mellett lejátszom többek között James Arthur újdonságát. You're not about to tell somebody loves you. Imádom, ahogy csávó énekel. X-faktoros volt ő is. Végre. Angliában. Én nagyon kíváncsi vagyok a másik számára. Pont vele kapcsolatban mondtam múlt héten, hogy ha egy egész albumot sikerülne összepakolni olyan nótákból, mint az első kislemez nóta volt, akkor én azt mondom. Neki sikerülni fog. Nagyon tehetséges, ügyes, jó énekes. Hallgassátok, ajánlom. Csabi jön a kívánság műsorra, 13:05 várom, ha valakinek van még kedve segíteni, nyugodtan tegye meg. Jó, mi pedig jövünk holnap 6 órakor, és mondjuk az összeget is, hogy mennyit sikerült összegyűjteni. Szép napot, szevasztok! Sziasztok!